A mikrofon mögött az éter Nagy Ági, Sedestén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók, itt vagyunk, beköszönünk, jó reggelt. A gyerekek, azt sem tudom, hol vagyok, hova megyek, mit csinálok, annyi minden történt, mióta nem láttalak benneteket, elhagytam a kocsimat, összetörtem a telefonomat, taxival jöttem ma reggel, úgyhogy gyerekek, ez zaj. Balázs, megmondom, ez itt NEZ projekt. Nagyon sikeres a műsorunk, maradunk még 6 hétre. Jaj, ne! Úristen, ezzel álmodom, ezzel kelek gyerekek, olyan, mint egy 6 éves, aki most ül először repülőn, de nem azért, mert hogy ez ekkora dolog, hanem mert annyi minden szakad ilyenkor az ember nyakában, hogy egyszer megőrülök, de tényleg megbolondulok. Gyerekek, nem látom a végét, nem látom, hogy mikor ölelem meg újra a gyerekemet, a családomat, a feleségemet, mondjuk ő jön egy rövid időre, az anyámat, a bátyámat, leginkább a gyerekemet. Csináljuk majd úgy, hogy kész mint, vagyok. Mint a sitten, tudod, hogy becsukom a szemem, és arra gondolok, hogy lány vagy. Jó? És akkor te is majd csináld ezt, Bali, hogy amikor majd itt a 3 hete leszünk már ott, és nagyon hiányzik majd a Benni, jó, becsukom a szemem, és megpróbálok arra gondolni, hogy te vagy az. Konkrétan azon gondolkozom, hogy ne bőgjek majd, mikor ott fogom ölelgetni, persze jön ki a reptére, persze tegnap úgy aludtunk, hogy apuci már most hiányzol, vettem neki egy plusz állatot, azzal aludt, ő is adott egyet nekem, tudod, hogy még szívszorítóbb legyen. Vinni kell, és azt mondta, hogy ha majd ő a plüssáját kinyitja a száját, akkor ő ott elővarázsolódik belőle, tudod. Ja, és néztem rá, mondom, édesem, ha tudnád, hogy milyen sokáig nem találkozunk. Mert hogy ő ezt nem tudja. Jó, elmész, de nem olyan sokáig. És ott állok, így nézek rá, hát tudod, próbálom vele megértetni, de ez de most nem nagyon. Egyszerű. Ez most nagyon nem sok egyszerű. Nálunk is már tegnap elkezdtem mondani Lilinek, hogy apa, ne menj el. Mondom, de el kell mennem. Jó. Mondjuk sokáig nem kapaszkodott ebben a vonalban. Jó, akkor meg. Ritkán érzem, hogy cserélnék veled. Ez az érzés ritkán kerít hatalmába, hogy cserélnék veled. De most ha 5 évvel a Benni idősebb lenne, most nagyon. Mert hogy ilyen kapaszkodik konkrétan a nyakamba, és minden nap ötször elmondja, olyanokat mond, hogy mint a 10 évesen tényleg, hogy már most hiányzó, meg nem menj el, meg nem tudom. És mi történik tegnap? Mi történik, amikor tudod, ha valaki hosszú útra indulsz, nem tudja azt az erős izgalmi állapotot, hogy elrendezted, föladta a gyerek, család, hol van, kutyakaja, kirakni, mit tudom, házzal kapcsolatos dolgok, stb. Erre tegnap még gyorsan elmentem egyet edzeni, jövök ki, kezemben a telefon, egy mozdulat, sluszkulcs nyit, csomagtartó kinyit, trehány módon farmer minden beszór, és ad, csak hallok egy koppanást a betonon. Istenem, add! Istenem, add! Ad a hogy, ne a telefon! Lenézek, látom a telefon, jó? Még egy fohász. Istenem, add! Hogy ne arcra essen. Hogy ne törjön össze. Megfogom, megnyitom, megnézem, és a LED kijelzője, ilyen lila csíkok, tudod, függőlegesen rommá törve, meghúzom a feloldás gombot, szétvágom a kezem az üvegdarabokkal, az e-mailjeim, a telefonszámaim, a Benniről készült fotóim, mindenem rommá. Ott álltam egy használhatatlan telefonnal délben, 600 telefon, 400 repülőjegy, 500 intézés. Amikor ugye ráérsz, tehát igen. Az akkor jön, mikor semmi más dolgod nincs, nem kell telefonálni. Ezért jó a gorilla glass. De igen, már pont beléd akartam kósolni. Hányszor hallottam, hogy nem lesz 6-os iPhone-om, hányszor. Mondom, mi van nem, mégis? Képzeljétek, igen. Most vagy vettem volna egy régit, kevésbé annyiért, vagy akkor egy kicsit drágábban, és akkor viszont tudok vele fotózni, Instagramot csinálni. És mondom, hogy jó, akkor viszont meg sem. Ezt úgyis előbb-utóbb lecseréltem volna. Úgyhogy amikor a szétesés szélén vagy, akkor még az összes üzenetet, fotód, e-mailet, telefonszámot, minden bingiszt ki, vigyed szervizbe, csináld meg, a hajam kihullott tegnap. Szörnyű volt. Nagyon kemény. És 5 percenként jut az eszedbe valami, amit még csak be fotó. Kell készíteni, de amit nem írtál rá a listára. Engem az idegesít az egészben a legjobban, hogy most kezd el az egész ilyen nekem is így ilyen hegyekbe, tudod, és akkor mindent felírtam, igen, jó, minden megvan, akkor mindent berakom, igen, ja, hátizsák. Kell vinnem egy hátizsákot. Jó, hátizsák ráírom. Aha,
Jó, de mi van, hogyha messze lesznek a zsiráfok? Vinnem kell egy távcsövet, és távcső. És így szépen folyamatosan mindig beugrik valami, amit elfelejtettem rájönni a listára, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy majd akkor, amikor ugye kint leszünk a repülőtéren, és Virágnak majd magyarázom, hogy miért ölelgetik sírva egymást Balázsék, és hogy ez egy ilyen szokás, egy ilyen családokban, ahol nagyon bensőséges a kapcsolat, és mi is öleljük meg egymást, mint a Jerry Maguire a nagy hátraarc című filmben, amikor ugye a két sportoló közötti különbség elég jól kijött egymás között, és akkor mondta, hogy mi miért nem ápolunk ilyen kapcsolatot, na ölej meg, na takarodj! Igen. De ezt majd gyerek mondja. Igen. Szóval, hogy majd ott leszünk, és akkor is biztos vagyok benne, amikor éppen csekkolunk, vagy megyünk a folyosón, még egy utolsó integetés, és abban a pillanatban, hogy integetek egyet a kezemmel, ránézek Monira, és beugrik. Anya, nem hagytam neked pénzt! Nincs nálam töltő! Nincs nálam mobil töltő! Igen, ebből a szempontból próbáltam ezt a dolgot tegnap elengedni, hogy ugye jön egy második őrs Ferék személyében, igen, akik szombaton indulnak vasárnapján. Akik nyilván nem akarnak saját podgyászt hozni, nem majd is, meg saját holmikat. Két hatalmas üres bőröndel fognak jönni, amiben csak a te cuccaid lesznek, majd amiket majd otthon felejtettél. Nyugodtan szóljatok, tudjátok, ilyen messzire, hogyha visz az ember dolgokat, az mindig drágább, mint hogyha közelre, tehát nyugodtan szóljatok, ha bármi van, dupla áron visz, igen, mert meg lesznek szorulva. Meg leszünk szorulva, egy jó töltő, egy bankkártya, egy jogsi, amivel ott autót lehet szerezni magunknak, hogy ne késéljenek meg az első busz megállóba azonnal. Igen, lezárható ajtót. Gyerekek, én nem tudom, mi van, mindenki hallgatja az adást, mindenki jön oda, hogy drukkol, kemény lesz, hosszú lesz, nem is a malária, meg nem ilyenekkel, hanem hogy a család nélkül, gyerek nélkül, 6-7 és egy kitartás. Tegnap jövök ki, még a családdal együtt voltunk, jövök ki egy étteremből, és ott ül az étteremnek a tulajdonos, egy nő. És mondja, hogy minden oké, tudod, így rám néz. És így nem igen, értettem. Hol, papír a WC-be, tudod, én civilben nagyon civil vagyok. Tehát én annyira a család jövök, én el is felejtem rádiótévét, hogy én baromi civil emű. Tehát tényleg, minden oké. És ránézek, mondom, jó volt az étel. Mondom, nagyon szépen köszönjük, nagyon fiam. Nem arra gondolok, hanem úgy rendben van minden. És nem értettem. Aha. Nem értettem. Mondom, nagyon szépen köszönjük, nagyon jó tettű, nagyon finom volt. Ez a kedvenc hely. Nagyon jó tett, azóta nem annyi szaggatott. És akkor de egyben vagytok? Holnap indulsz, tudod így. Egyben vagytok. És így leesett tényleg, és tudod, igen, mondom, Jézus, tényleg holnap indulsz, mondom, gyereknek a lelke, tudod, egy ilyet kérdez a nő. Mondom, akkor ő nagyon hallgat minket. Mikor indultok? Hova? Igen, az már megvolt. Gyereknek a lelke, készítitek? Hát, és akkor elkezdtünk beszélni, mondom, persze, mondom, hosszú ideje, mondjuk neki, meg hogy nem, meg én is sokszor, meg megmutattam neki Afrikát, meg játszottam vele, meg eljátszottuk, hogy apot mit csinál, meg a Vekeritől olvastam ilyen jó dolgokat, hogy mit kell csinálni. El kell neki mondani, hogy hol vagy, vágni kell a centit, meg meg kell értetni vele, hogy te ott mit csinálsz, mert ő ezt nem tudja fölfogni, hogy miért nem ott vagy a közelében, nyilván nem hülye 5 éves, de hogy ezeket így eljátszottuk vele. És akkor beszélgettünk a nővel, és mondja, hogy nagyon nehéz lesz, nyilván lelkileg ez az egész 6-7, de hogy hajrá, drukkoltó. Ez így tök jól esett. Egy sima hallgatónk, aki egyébként ott az egyik kis étteremnek a tulajdonosa. Hát a sztori ölni tudna ezért a sztori elemét, hogy leadtál neki. Főleg arra lennék kíváncsi, hogy amikor eljátszottátok, hogy te mit csinálsz, akkor te ki voltál, a Szabó Zsófi, vagy a Bárdos András? Nem, én amikor kint eljátszottuk, Aurélio, mesztelenül a fürdőkádban. Játszottuk el. Na mindegy, úgyhogy ilyenkor tényleg minden megtörténik, ami megtörténhet, még a felhőből ugye megpróbálod lehívni nyomorúságosan az adataidat, elvesznek a telefonszámaid fele, mert nem frissítettél egy éve, akinek felhője van. Tudja, utolsó frissítés, remegő kézzel nézem. Mikor volt? 2013. január, úristen, 600 telefonom jött, ott bárra elszáll a fűtés, a lakás, bárja, azonnal meg kell oldani, nyilván nincsenek most meg ezek a számok. Úgyhogy ezeknek még a beszerzése. Hát meg a kapcsolatotoknak a fejnehézsége az ügyintézés szempontjából például az is előjön, hogy ilyenkor döbben rá az ember, hogy egyébként te szoktál leadni a gázóraállását, a vízóraállását, a villanyóraállását, te küldözgeted a különböző járulékokat, igen, te intézel mindent, és akkor ilyenkor persze előre nekünk is most borítékok vannak otthon szépen összerakva, jó, akkor ezt 10-ig kell elküldeni, jó, az áfa miatt majd igen, de a következő hónapban ezt már neked kell, mert most nem tudom előre összekészíteni, ahol, amikor jó mutatom, igen, ez az elműnek az oldala, ez a főgáznak az oldala, itt benn van már ugye a jelszavunk el van mentve, itt csak kattintanod kell, be kell írni, de ide viszont be kell írnod azt, hogy, és akkor ez így megy, és ilyen kis fejtágítás, és akkor már ő is természetesen totál frusztráltá válik ettől, hogy vajon el fogja felejteni, nem fogja beírva a naptárba, beírva a telefonba, stb. Én is kis itinert írtam minden e-mailbe, tesómnak, mindenhol elküldve, mivel, hogy van, kivel, hogy tud, végrendelkezik az ember ilyenkor. Vajon ezt hívjátok?
Igen. Na mindegy, milyen szép idő volt tegnap, gyerekek, viszont egy kicsit az időjárás még kegyes mindenkihez. Ez az indián nyár, ami van, úgy a nyárra emlékeztet. Nincsenek felhők, látod a napot, egészen meleged van, olyan, mintha nyár lenne. Nem? Jó nyár eleje, ilyen június. Igen, abszolút, tehát, hogy nagyon így, jó volt. Kicsit, mintha elnézést kérne a nyár azért, amit tett velünk a nyáron. Nem? Vagy bocsánatot kérne. Igen. Bocsánat, itt vagyok. Lekéstem valamiről, elnézést. Igen, még tudok meleget adni. Gyönyörű volt. És egészen még téged is ez búcsúztat majd. Hát nekem végig ez lesz, amíg ti már kint fogtok senyvedni, amíg ti, olvastam néhány ilyen utazási portál tegnap, amíg ti menekültök. Na. Semmi, nem akarok már mondani semmit. Ti ma délután repülőre ültök, és holnap a gyönyörű Dél-Afrikában lesztek, srácok. Hát? Én már nem mondok semmit nektek, majd ott megtapasztaljátok. Az a lényeg, hogy ahogy beszállsz az autóba, lenyomni a gombot. Ezt olvastam. Még tegnap egy hallgató küldött nekünk e-mailt. Mit tegyünk, mit ne együnk, ha kocsiból miért ne szálljunk ki, nyomd le, ne állj meg, ne kérdezz, ne csinálj semmit, ne fogadd el, ne add oda. Igen. Körülbelül légy nagyon barátságtalan, mert ők sokkal barátságtalanabbak. Olvastam én is ezt az e-mailt, nagyon jó volt. Úgy kezdődött, hogy a dél-afrikaiak egyébként nagyon barátságosak, és úgy fejeződött be, hogy ne adjál senkinek alamizsnál, ne húzd le az ablakot, és ne állj meg a piros lámpánál, ha látod, hogy többen tartanak fel. Tehát, hogy érdekes kontraszt volt az eleje meg a vége között az e-mailnek. Igen, hát piros, nem piros, lehet ott menni, hogyha nagyon muszáj. Ez van, és még egy dolog, a bankkártyára visszamenőleg, mert erről mi beszélgettünk, ezt a hallgatók nem hallották, mert valamikor délután dumáltunk, vagy dél a műsor után, hogy ki hogy visz pénzt, mit kell vinni, és akkor mondtátok, hogy milyen jó, mert kimegyünk, és akkor bankautomata. Igen. Most beszéltem egy ismerősöm, elők voltak kint egy fél évet, azt mondja, hogy nagyon jó ötlet a bankautomata, nekik az első napon 2 millió forint ünteni így a számláról, hogy egy utcai bankautomatából vettek ne, ki pénzt. Na, ne, egy helyen lehet, tehát egy szálloda, vásárlóközpont, és olyan bank, ahol belül van az automata, de azt mondta, hogy az se biztos. Hajrá, srácok! De jó! De ne csinálják már ezt, komolyan mondom. Johannesburg repülőtér. Ott akkor semmi, igen, jó? Ha úgy tudsz, olyan bankkártyád van, amire tudsz külön rakni egy kis pénzt, és akkor azt mondjuk itthonról tudod töltetni, vagy otthon, vagy van ilyen számítógépes felületed, és arra tudsz áttenni, az a legjobb megoldás. Na, ha azt mondod, hogy arra ráteszem mondjuk 50 ezer forintot, azt kiveszed kint. Azt akkor csöndben van a számla. Amikor elfogyott a kis készpénzed, akkor megint teszel rá. Gyerekek, sötét középkor. Meg hát ugye, Páko, mit mondott, gyerekek? Mit mondott? Igazából minden is, hogy mit hagyunk otthon, mit csomagolunk. Teljesen. Te már vagy Münchenben, vagy Johannesburgban, eltűnsz. Így van. Én baromi magányos leszek, én a büdös élet a fene felett fenét teszik, és én akkor is felszállok a johannesburgi gépre, te már ott valószínűleg nem leszel meg. De ha valakinek műsort kell csinálni, menjünk. Gyerekek, menni kell. Olyanok vagyunk, mint a három testőr. Ezért korábban, hogy előkerüljek. Lesz rá 3 napom. Olyanok vagyunk, mint a három testőr, amikor D'Artagnan ugye a 4 muskétes még megy a királyné nyakékével, és minden akadálynál egy-egy testőr lemarad, és mindig kiabálnak a D'Artagnannak, hogy menj tovább, ne állj meg. Az egyik egy malomkeréken, ugye a Michael Yorkos verzió, egy malomkeréken lóg, a másik párbajozik, a harmadik megsérül, de mindig kiabálnak a D'Artagnannak, hogy te menj, ez lesz, Jani épp elesik, Jani, menj előre, Ali, menj. Meg tudod csinálni. Nem. Igen. Együtt megyünk, együtt érkezünk. Ha kell, én lekésem a gépet. Én nem mozdulok el mellőled. Ezt megfogadtam. Nem megyek el. Ott maradok. Na csak mondom, hogy ez ott a 6 év telt el, hogy igen. Ha Johannesburgban maradunk, ott ragadunk, ha Münchenben ragadunk, én nem. Együtt indulunk, együtt érkezünk. Na már látom, hogy erre annyira rá fogsz így parázni, hogy figyelj, de még mindig van, még egy órán van indulási. Nem, én akkor sem megyek fel nélküled a gépre, de hát nem kell, hogy feltétlenül nem maradjunk, hisz rohadt sok időnk van. Nem, mehetünk, ha akarunk. Nem, most akkor sem akarok lemar. Ugye fölírom azokat a mondatokat, amiket a gyereknek most pisilje, ott nem tudsz, most így áll, most nem tud, most nem kell vécére, mert nem kell pisilje, most így áll, ne menje, ne oda, ide gyere, egyél egy kicsit, így áll egy kicsit, most ne pisilje. Szépen majd, jó lesz, szépen kihaladunk. Csak mondom egyébként, hogy a nagy beruházásokat nem csak te tetted rám meg az új telefonnal, hanem más is fejlesztette erre az útra, ha jól látom, egy vadonatúj hátizsák, ez az átvetős. Ez olyan 4,5 éve. Igen, de ne hülyés, hogy nem figyelünk annyira oda egymásra. Ezzel szoktál járni minden nap. Igen, nem gondolom azt. Nekem olyan újnak. Hallod? Körszakálad van?
Te vagy a vadon, Jani. Hogy kiszörösödtem alul, bakker. Hogy figyelj, Feri, én tudod, hogy nem vagyok egy jó nem megfigyelő. Én tudod, ez hogy tőlem bejöhetek rózsaszín zakóba, nagyon azt se veszem észre. De hogy ez a hátizsák, ez olyan 4-4-5 és 5 és fél éve, Jani. Nekem még a mozdulat is. Hát még a mozdulat is, hogy felveszem. Mert ugye, szereti az átvetőset, azt tudtam. Újabb, mint a egy... nagyon régi. Ugye, van egy nagyon régi. Igen, na, ebben igazán van, és van egy másik nadrágod is, nem csak az most koszos. Az a különbség, a nagyon régi 89-ben vette, ezt meg mondjuk 2004-ben. Igen, jó. Annyira nagyon régi, hogy a nagyon régihez képest ez egy kicsit hordom már egy ideje, de figyelek rá. Igaz? Aha, veszem észre. Azt úgy éreztem, hogy ez új. Akkor engedjük ezt el. Jó van, akkor használd egészséggel továbbra. Most veszem észre, ennyit romlott a szemed, te szemüleges vagy? Egyébként igen. De ne, egyébként, de köszönöm szépen a figyelmességed. Igen. Bocs. Nem készült, de legalább a távcsövedet most vettem. De tetszik, hogy próbálkoztál, figyelj. Tetszik, hogy próbálkoztál. Még mindig jobb, mint ezt a keki pulcsit mondtad volna, nem, be, amiben ismerem, tulajdonképpen már ballagott ismerem. Valamikor. Így tehát, van. Hogy ahhoz és képest nem is az, én első. Igen, ebben már 4 generáció elballagott. Tehát ahhoz képest a hátizsákot megjegyezni fel. Hát az... Kifejezette haladás. Amiben? Minden reggel itt ülünk egymással, ez egy komoly haladás. Kitakarja a feje nekem napközben. Figyelj, kiszúrtad a hátizsákat. Egyetlen dolog, hogy investáltam egy napelemes töltőbe. Bármit tölt, minden tölt. Bizonyám. Bizonyám, az jó lesz egyébként. Micsoda nem figyeltem. Nem nekem, mert az én telefonom nem merül le, de Balázs épp például egy napot a háromszor, és arra is jó például. Jaj, tudom, igen, ez okos telefon, ez is megcsinált a napelemes töltőt, ezt kirakod egy napra, és te 3 óra alatt tölt 4%. Aha, ez nem az a kategória. Ez egy komolyabb, ez egy komolyabb kategória azért, ezzel nem lesznek problémák, talán csak annyi probléma lesz vele, hogy állandóan Balázs telefonját fogja tölteni. Tehát, hogy én nem fogom tudni használni, de lesz ilyen. És tehát az ilyen praktikus dolgon elég jobb fel vagyok vértezve, elég jól rákészülök így az utazásokra, ez is lesz nálunk. Tudod, mi a jelszó nálat, ha pakolsz egyet magamnak, egyet a Balina. Így van. Jó, tehát raktapasz egynek, egy bélfertőt, egy a nekem, egy a Balina. Nem, egy a Balina, és talán majd én is tudok kérni valakit. Ez a jelszó. Tehát az utazásnál apa-fia kint létnél cserélődik, ott igen, én leszek igen, a kis fiú. Jani, napelemes töltőd van, raktapaszod van, figyelj, van nálad egy ilyen forró ital. Aha, jó. Hallod? Van valami kaján? Van egy porom, mint egy puskán? Igen. Igen. Tehát az ott szépen változni fog. De hogy láss, hogy mennyire fejlődöm, azért én is megvettem magamnak az új telefont, gondoltam, hogy olyan ritkán veszek magamnak, amit meglepem magam ezzel az új telefonnal. Viszont viszek póttelefont, mert velem most már nem szúr ki a saját hebehúrja természetem, ha összetöröm, mert hogy állítólag ez hajlik, törik meg, hogy mindent csinál ez a hatocska, azért ez elég még flexibilis, elég flexibilis, nem annyira erős generáció még. Ezért megcsináltattam az előlapot, kicseréltettem, és kiviszem póttelónak, hogy azért én is mennyire öregszem érte. Nem hagyhatom a családomat magam nélkül, egy teló, és a másik teló pedig szépen berak bőrönbe, póttelom, megy, azt megcsináltattam tegnap, de akkor már nagyon jó. Jó van, Bali, ennyit megérdemelsz. Figyelj, biztos, hogy ezért van egy lakatos ismerősöm, egy zárt szelvényből csináltunk neki egy jó merev keretet, vagy esetleg. Hát figyelj, ezt a Tim Cook-ék kicsit benézték, igen. Kicsit hajlik, kicsit ilyen, kicsit de olyan. De direkt van, hogy ráülhetsz, nem lesz baja, érted? Ja, konkrétan tényleg. Nem tárolhatod hátsó zsebbe, mert abban a pillanatban. Ezt nem gondoljátok, hogy ez egy ilyen hebrencs dolog, ezt direkt azért fejlesztették így, érted? Ráülsz, akkor hajlik a popothoz, ennyi. Már látom egyébként, majd amikor rátszállok a Johannesburgi járatra, illetve még nem, hanem majd leülünk Münchenben, és egy recsenést hall majd Balázs a farzsebe irányából, azt fogja mondani, hogy Istenem, csak azt, hogy ne az új telefon. Isten, csak ne a telefon, nem minden az ő, nem baj. Akkor viszont Bali felkészült, mert már felnőtt végre a feladathoz, szimkártya kivesz, másikba berak, és akkor meg vagyunk sajnos. Ezeket most muszáj ilyen luxust tartani, gyerekek, nem mehetünk oda csak úgy. Egyrészt kettő, hogy egy telefon nem telefon. Ha kizsebelnek, tudod, hogy úgy állnak meg egy telefonnal. Nem, tehát hát. Akkor elviszik mind a kettőt, tegyük őket boldoggá, nem? Nehogy már egy telefonnal bántsuk meg a saját kirablóinkat, hát akkor legalább legyen két telefon. Na jól van. Azt mondja, hogy nyugi Balázs sokkal rosszabb lesz, mint amire számítasz. Férj nélkül maradtam 6 hétre terhesen egy gyerekkel. Csak jó dolgok történtek velem. Beszorultam a konyhába, és csak segítsége jutottam ki. Kórházba kerültem vesekőgyanúval. Történt minden, szóval életünk legszebb 6 hete volt. Minden rosszat elfelejtettem, amikor a férjem hazért, és azt mondta, te szebb vagy, mint amire emlékeztem. Jó. Igazán pozitív. Mi lett volna, ha 6 hónapra megy el? A nevemet is elfelejti? Kérdezi valaki. Hát jó, jogos egyébként, igen. Csak írjátok alá, hogy tudjak nevet mondani, mert úgy egy picit személyesebb. Ó, gyerekek, mezőkövesden már most mérnek a molkút előtt, mi gépes küldte nekünk.
aztán az M7-esen óriási köd van, Nyíres Attika üzente nekünk. Bali, az alsó nem ügyeket ki fogja mosni, kérdezi István. Hát gyerekek ott. Igen. De a basiét is. Jani hozott mosófát, mosószappan. Bemárt és mossa, bemárt és ennyi. Mossa, ezt fogom hallani a reggelenként, szobában. Reggelenként, amikor felkelek, akkor nyilván lenyom a kilincset, és akkor kívülről a kilincset rá lesz akasztva, hogy Balázs aktuális laundry bagje. Nem lesz az én kilincsemre akasztva, szóval te ajtód elé lesz lerakva. Ja, tényleg. Nagyon igen. Nagy vagy, azt gondolod, hogy át kell jönnöd a kilincsemre. Körbe megyek, összeszedem, beáztatom, hogy mire délutánra visszajök, akkor már felázol rajta minden szennyeződés, utána majd rázuhanzok. Még azért nem vagyok inkontinens, hogy annyi szennyeződés legyen az alsóban. Ha ránk ijesztenek Dél-Afrikátorba, egy sikátorba, ott lesz mit súrolni akkor, igen. És így tollak magam előtt, tudod, a kicsit, vigyétek, a kicsit, nagyon értékes. Igen. És összeszedik majd a cuccokat. Király. Mi ez? Jaj, fog kirem, a bő Samsung nagyon jó. Persze, igen. Nyilván, persze. Kuka, igen. Jaj, gyerekek, tartós tejet ne vigyetek, köszönjük, drágák vagytok, nagyon-nagyon-nagyon jó esemény. Semmi extra, nincs eddig Dél-Afrikában pont olyan, mint az illatos út 10-12 évei. Igen. Igen. Együtt érzek el veletek, a fiam 4 éves, 2 napra elmentek vidékre, még aznap mondta anyának, menjünk haza, mert apa otthon szomorkodik 2 nap után. Uh-huh. Gyerekek, ez szép lesz, igen. Balázs, Beni megkapta a sünit? Hát olyannyira megkapta, hogy Bodzol itt ma konkrétan ide rendeltük, hogy jöjjön 9 Na. után. Hozzon nekünk mindenfélét, de a legfontosabbat hozzá a sünit a gyereknek. Aha. Tehát, hogy itt most gyerekek 9 után haza beszélünk picit. Hoz állatot neked, kígyót, barátkozzál, feketezvegyet, lépjé bele. Tök jó, nem ér én. Timentek olyan helyre, az állatában ilyen nincs. Ja, nagyon jó, tegnap olvastam én is. A első, ami legfontosabb, fogod a cipődet minden reggel. De még benne a városon is kopogtat. Fölborít, kopogtat. Ha kicsi kis fekete, egyébként pici póka, feketőző, nem nagyon nagy, tehát nem egy madárpók jellegű, kicsi, fekete, nagy potról. Nem elfelejt, mert ha egyszer elfelejt, csúnya, pici csípéské érez, balra eldől. Na ennyi. Hát Feri, tegnap többször is kérdezted, flip-flop vagy nem flip-flop? Abba nem kell belenézni. Ma egyébként látod, na, okos, flip-flop, papu. Ne felejtsük el, egyébként ezt most tök komolyan mondom megkérdezni a Bodzolit, hogyha például valaki reggel belelép, mennyi ideje van átjönni hozzám, vagy én nekem hozzátok, hogy ha hozzám ne gyere, én zárva leszek. Annyit, ez nem szúnyog volt. Igen. Vagy nem átmenni Feréhez és elkérni az ő váltás bakancsát, mert Feri az egyik lábon 46-os, nem látunk rád adni. Igen. Jani, tudod a szakértő. Jani, mi van? Megcsipred egy feketőzvegy, és van egy kis Fanny Steel gélet. Tudod az európaiak. Hülye vagy, Fanny Steel, te barom. Engem is bakker elfogyott az össze. Igen, tudod, az okosról meg. Anya, felisztőd, nagyon fáj. Igen, és én nézi, üszkösödik már a lábam konkrétan. Ugye ezeket ne felejtsük el megkérdezni. Azért is, mert nyilván ez félig humor, meg persze, stb., meg minden, de hogy ott azért akik hallgatók, akik küldtek nekünk leveleket, nem mondták, hogy ez humor lenne. Tehát ott ez alapvetés például. Nem lesz kellemes. Jó, úgyhogy ezt ne felejtsétek el. Zsülléci, szív ki a nagylábújat, mert nem kell forgatni, és megcsipet egy fekete. Igen. Kérdezi valaki, Júc kérdezi, Ferivel mi lesz? Erről is beszéljetek. Hát a Feri jön hozzánk szombaton, indul. Brutálisan rendetlenkedik a kairói gépen, mivel ott nem lehet alkoholizálni, de nála lesz. Ezért leszáll a gép valahol, nem tudom, Szudánban, leteszik a Ferit. Igen, megbilincsel. Gyalog megyek utánatok. Gyalog átsétál a sivatagon, és megérkezik vasárnap. És aztán 2 hétig Afrikában rádiózunk. Ugyanúgy lesz rádióműsor, ne izguljon senki, csak kintről csináljuk ennyit. Naphallgatójával, játékokkal, hallgatóinkkal, országszerte mindenkinek. És aztán Feri 2 hét után hazajön, mert ő ezt hál' Isten megteheti, és mi ugye kimaradunk. Igen, Feri... nagyon jó biztosítása van. Igen. Haza hozzá. Feri itt lesz a stúdióban, mi pedig ugye kint leszünk, és továbbra is Afrikából, illetve Budapestről rádiózunk. Na most 8000 kilométerről azt mondani, hogy mi a helyzet, majd a Kőbánya úton kicsit valóban szürreális lesz. De ugyanúgy közlekedési hírek, itthoni történések, közügyek, minden, ami veletek. Drága hallgatók, történik, az nekünk ott kint a rádióműsor szempontjából továbbra is a legfontosabb, természetesen. Tehát jövő héten hétfőn Afrikából indulunk 6 hétig. De megy minden tovább, senkit nem hagyunk. 2 nap lesz összesen, amikor magatokra hagyjuk meneteket, holnap után. Így van. Az best of. De aztán hétfőn jövünk. Csak nem úgy fognak kezdeni a sztorik, hogy tegnap, amikor ki voltam a Rákospatak partján, hanem úgyhogy a Krokodil amikor... folyó partján, amikor tegnap. Tegnap, amikor igen. Mondták, igen. Hogy ott nem mossak lábad, de... Igen, igen. Tegnap, ugyanis amikor... fél pár cipő eladó, feleslegesé vált. Igen.
tegnap, amikor felpróbált két csádi vendégmunkás. Igen. Elvették a cipőmet, belebújtak, nagyon tetszett. És az egyikük nem volt ügyetlen. Igen. Ja, gyerekek. Szép lesz. Jól van, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, jó? Ákos elmondja nekünk, hogy mi a helyzet az utakon, mi a helyzet a nagyvilágban. Közben már lehet jelentkezni játékra, ha valakinek van kedve velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. Ó, Ákos, hát te csak így ezt abba hagyod, nem mondod komolyan, hogy csak egyszer... Elnézést, hát még egy 25 percet beszéltem volna, de bejött. Nem értem, hogy már csak negyedórás híreket mondasz, hát miért nem 20-25 percet, hát milyen reggel ez, komolyan mondom, az ember nem melózik. 10 perc van 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hol hello, Jani, hello. Már most eltűnt? Elmondom neked, hogy így van, nem hiszem, elindult, azt mondta, hogy ő most elindul a Ferihegy egyre, vagy hogy hívják, most Liszt Ferenc reptérre, az a jó. Biztos. Legalább annyira meglepett téged is, meg engem is, hogy vége hirtelen a híreknek. Igen, nem akartunk most zenét, mert picit itt elbeszéltük az időt, és hát nem maradhat reggel, ugye. Fekete-fehér, igen, nem nélkül. Hogy állunk, gyerekek? Már csak azért is, mert dönteni hát, kell, egy-egyre állsz magad ellen. Nem, hagyjon ma engem mindenki békén, tényleg. Nekem de van elég bajom. Most el kéne dönteni már, hogy most akkor csacsigolsz, vagy pónizol, vagy... Lovazni még nem. Vagy pedig hátul vagy a karámban is. Villázod a trágyát. Az a baj, ha most a csacsiről is leesem, akkor ganét lapátolok 6 hétig Afrikában, és tiltó listára rakom magam. De nem, tényleg van elég bajom. A fájó lelkem, a gyerek, a család, ne hagyjon mindenki békén. Megnézzük, jó, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok, Péter vagyok. Hello Péter, honnan hívsz minket, Péter? Gyöngyösről. Gyöngyösről? Mi folyik ott Gyöngyösön? Mi folyik itt Gyöngyösön? Oda figyeljetek, mámberek! Feltettek benneteket a térképre ezzel a történettel. Igen, mi folyik ott? Gyöngyösön, egy fatelepen dolgozol, tényleg? Aha, itt dolgozok egy fatelepen. Mit csinálsz? Csomagolod őket, kivágod őket, szállítod? Hát leginkább árulom, értékesítem. Aha, akkor megvan mind a 20 ujjad. Igen, a lábán. Ez egy fatelepen... Fatelepet dolgozol és értékesíted, erre engedélyed is van, vagy csak még nem kaptak el a vámis pénzügyőrök és... nem kaptak el. Igen. Jogos a kérdés, és a tulajok tudnak róla? Igen, mit szólnak ez a tulajdonosok, és hát nem vették-e még észre, hogy egy ilyen 6 hold már hiányzik, aranyföld hiányzik. Igen, fél mátrat már kivágtam. Igen. Péterem, kivel szeretnél ma reggel játszani? Én a Ferenc eszet. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Játszanak már végre. Srácok már izében vannak teljes stresszben a mai utazás miatt. Én még nem stresszelek majd szombaton. Tényleg, gyerekek, már tanulom németül azt, hogy nem látta valaki a társamat. Igen. Itt volt mellettem az előbb, nem látta valaki? Ezeket a mondatokat veszem át most németül. Vozindi, mein Kinder, János. Hans. Kleine Hans. Kleine Hans. Kleine Flamos Hans. Ja Istenem, Péter, indítjuk az órát, jó? Legyen így. Na figyelj akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Fenyőfűrészárúd van. Fenyőfűrészárúm van. Borovi fenyő. De mielőtt belemegyünk a beszélgetésbe, lehet egy kérdésem? Lehet. Akarsz kérdezni? Szeretnék kérdezni. Parancsol. Nagyon jól mondod. Nemrég kész. Ennyi volt, köszönöm szépen a játékot. Ó, pedig milyen szépen kerülted az első csapdát. Akarok kérdezni, nagyon jól mondod, mondom, egy jó játékos. Végre. Elmosolyodtam, mondom, ügyes, hajrá. Igen. Szép volt, Feri. Szép volt, Feri. Megint volt, Feri. Csapja a lovat közé, adjál neki. Ez Feri lovat. És most jönnek a zsiráf hangok. Tényleg le kell szedni majd zsiráf hangokat. Péter. Hát ez rövid volt, igen. Igen, de olyan jól kerülted az első csapdát pedig, mint nagyon jól játszottál. Még hát rá igen, sem de... mentünk, a borovi fenyő, vörös fenyő, fekete fenyő. Így van, ezekből lehetett volna témázgatni, de majd le. Ha majd a hazajöttök, majd hazajövünk erre. Igen. Hát, mert ugyebár van egy kedves barátotok, aki megmondta. Így van, tudod, mit mondott? Vigy, megmondom meg. Mindent tudtuk hallani.
Gyerekek, én ezt kiírom magamnak a telefonomra, bárhol vagyok, bármennyire rossz kedvű leszek, bármennyire hiányzik a családom, én ezt bejátszom magamnak. Aha. Napközben is, mert reggel tudom ezt. A 3 hét után mennyire lesz kedvű lesz meghallgatni. Péter, köszi a játékot, jó lett volna, én pedig, köszönöm. Ügyes voltál. Én köszönöm, és jó utat, vigyázzatok magatokra. Drága vagy, hétfő, hallgass minket Afrikából. Mindenféleképpen rajta leszek az éteren. Jól van, köszi. Szép napot nektek. Neked is, ciao. Milyen a hét? Csak mondom, hogy behúztuk a hetet, ez a hét is benne van, Anna már összesítette a statisztikát, 39 hétből 23 hetet hoztunk, 2 hét volt döntetlen, és 14 hetet nyertek a hallgatók, ami azt jelenti, hogy egyelőre megnyugtató előnnyel fordulunk rá Afrikára. Ugye? Hát igen, ha ez előny ott, akkor igen. Nem mondom, hogy fordulunk rá célegyenesen, mert azt november végén mondanám, ha látnánk már az utolsó 2 hetet, de ráfordulunk egy 6-8 hetes afrikai kiküldetésre. Úgy... Én meg is könnyebbültem. Már könnyű szívvel megyek el, utazom el. Így most, hogy ezt a hetet behúztuk, igazából minden teher lekerült róla. Van. Feri, nagyon jó volt, gratulálok. Feri, hát köszönöm. Igen, hajrá. Sokat tettem érte. Hát tényleg, egyébként jól játszott, csak kicsit bajba keverte magát. Na gyorsan nézzük egy-két közlekedést a hírek előtt. M2-es Götraffi El Zombi küldte ezt nekünk, és az M7-esen tejköd van. 25-50 méter a látótávolság, ez a 90-es kilométernél van egészen pontosan, valamint van egy trafing az M2-esen Gödnél, ezt Seri küldte nekünk, és az M3-as baleset és hatóság mentes, a 45-ös kilométernél egy kamion gumi van a belső sávban, óvatosan menjen mindenki, jó utat kívánok nektek, 24 órás futár Pisti küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. 4 perc van pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és várunk közlekedési híreket. Utoljára, jelen pillanatban, ugye élőben, holnap után 2 nap best of-ot engedtünk meg magunknak, szanaszét leszünk, mi már a világ egyik pontján, Feri még itt a másik pontján a világnak, 8-9000 kilométerre egymástól. Holnap mi már landolunk ugye Afrikában, és hétfőtől kezdve pedig 6 héten keresztül afrikai morning show. Így van, és bár mennyire is kevés hazánk fiát fog érinteni, mi mégiscsak arról fogunk beszélni, hogy a Mandela sugárút és a Zulu utca kereszteződés is említő. Mi a helyzet, így van. Úgyhogy, hát igen, izgalmas lesz. Várjuk is nagyon, tetszik is a dolog, meg félünk is tőle. Ugye, hogy szokták mondani, hogy vegyes érzelmek vannak bennünk. Igen, lesz kaland szerintem bőven. Nagyon izgulok, értetek, fiúk, már 6-kor felkeltem, hogy hallgassalak titeket egy országban veletek, kitartás, ezt ki arra küldte nekünk. Köszönjük szépen, tényleg nem arról van szó, hogy most úgy csinálunk, mint a számüzetésbe mennénk, meg jaj, milyen nehéz dolgunk lesz, nyilván egy tévéműsort csinálunk, rádióműsort csinálunk. Itt egyedül azt gondolom, hogy mindannyiunknak az érzelmi része az, ami tulajdonképpen nehezebb, mint ha bárhova mennénk, ha jönne velünk a család, semmi baj nem lenne. Mindenki azt gondolja, hogy mi a majd vizesések nemzeti parkok közepette fogunk sétálgatni, semmi 6 hét után úgy fogunk mind a 3 azon, és semmit nem látunk Dél-Afrikából. Én már tervezem a túrákat, kérlek szépen. Tehát nekem a jelszó, aki látta Dél-Afrikát, mesélj el milyen. Ezt fogom minden nap elmondani, semmit nem fogunk belőle látni. Hát nem egyszerű ott az élet igazából. Ezért van némi kis izgatottság. Levelezünk már kint lévő stábtagokkal. Mondják, hogy a hírek 80%-a nem kacsa, amiről mi beszéltünk itt adásban. M7-es Völgyhíd előtt utána 5 kilométeren keresztül süt a nap. M6-os Pusztaszabolcsi lehajtó után Pécs felé felüljáróról mérnek, furgonos Tomi küldte ezt nekünk, aztán is a Szeg előtt zöld Citroen a zöld nádban, de tetővel lefelé
te jó Isten, baleset, ezt Mező őr küldte nekünk. Budaörsi úton csinos, biztos nénik igazoltatnak, de nyomokban mogyorót tartalmazhatnak. Jézus, atya úristen. István küldte nekünk, M2-es gött Rafi, El Zombi üzente ezt nekünk, és az M7-es 90-es kilométerétől Tejköd van, 25-50 kilométeres a látótávolság, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan. Bakker, holnap élettem volna a naphallgatója. Hát, elbuktad, best of. Ezt el, Anti, ma még lehetsz, holnap már nem. Az oké, hogy mentek Afrikába, de nem értem milyen alkalomból. Azt mondta a Bali, hogy mi hallgatók észre se fogjuk venni, hogy ugyanolyan lesz a műsor, akkor mi értelme? Unjátok a kilátást? Julcsa úton haza munkából. Julcsának elmondhatjuk, nem promó, hogy mi ott egyébként egy tévéműsor csinálunk, és a tévéműsor alatt mi nem akartuk rádióműsor nélkül hagyni a Morning Show hallgatóit, ezért csinálunk onnan műsort, nem azért, mert kedvünk van oda kiruccanni egyébként. Ki akarna már elmenni egy másik kontinensre, nem? Egzotikus állatok, párkányból visszafordult. Izgalmas emberek, helyek, semmilyen. Új impulzusok, kit értek el már ezen? Átmész a hídon, és Kománóba kétségbe esel, és visszaszaladsz. Tehát, hogy ki a fene akarna másik földrészre menni, igen. Jani Balázs, pedig kérlek, tegyetek valamit, Újszász és környékén elviselhetetlenül sok a szúnyog. Már nem lehet kimenni, mert azonnal megtámadnak a csípésük, fájdalmas viszket napokig. Zsolesz küldte nekünk. Az újszászi vérszúnyog? Mit tudunk az újszászi vérszúnyogról? Hát az, hogy csíp. Hát, ez biztos. Újszász viszonylag közel van Farmoshoz, Farmoson sok a béka szereti a szúnyogot, kb. Kb. Szerintem ez lehet a... De szépen. Ez lehet az a... Igen, és mivel nagyon szeretik Farmoson a békák a szúnyogokat, ezért a szúnyogok emigráltak Újszászra. Igen. Jó, akkor ezt megfejtett a kitartás. Egyébként tényleg az utóbbi pár napban gyerekek bennünket is, tehát olyan szinten leptek el, én nem tudom, ezek eddig hol voltak, nem fagynak meg éjszaka, nem fáznak, de az elmúlt három napban olyan szúnyoginvázió van, egész nyáron nem volt ennyi, ráadásul most nem esett eső, tehát az egészet nem értem, hogy eső után szokott kikelni, megjön. Most nem volt, hideg van már éjszaka, jön. Mi van? Mi nálunk? Van? Nem ész Afrikába gyakoroltatnak, tudod, hogy megszok, de... Igen. A nagyszámok törvény alatt már csak van köztük egy moszkító is, nem egy távoli rokon. Figyeljetek, nálunk például poloska invázió van, az nem tudom, hogy nálatok meg van. Zöld kis, lapos. Úgy néz ki, mint egy lopakodó. Néznek egy az egybe. Egy kis lopakodó. Lapos, áramvonalas, baromi jó egyébként, csak büdös. Igen, és rengeteg van belőle. Iszonyat mennyiségben. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ennyi. Armageddonnak az előjele, amikor békák esnek az égből, ugye hát ezek ilyen bibliai jelek tulajdonképpen. Jönnek a poloskák és támadnak a szúnyogok, nem? Tudom, vérré válik a folyó. Igen, vérré válik a folyó. Orbitás, de... A Magnólia című imádott filmemben, a Magnóliában, amikor ugye elkezdenek békák esni az égből. Gyorsan még egy közlekedés, ez fontos, most jött az M3-as bevezető, a Szerencs utcáig ismét kezd beállni, utána a BVSC már haladósabb, Bandi, aki szép, küldte nekünk. Bali, ha lenne stílusotok, akkor Malerrel utaznátok, vagy Malaerrel, ugye, mint malária, köszönjük szépen, ez Gendi küldte nekünk. Így van. Na, gyerekek, nem tudom, hogy mit csináljak, három napja üldöz a Pákó. De mit akar? Nem tudom. Akar velem vagy velünk beszélni még mielőtt kimegyünk, de nem tudom, már üzent a Vikinek, üzent a Lacin keresztül. De üzen... nem vettétek föl, egyik őtök se. Jó, király. Rám SMS-t írt, hogy nem mi akarjuk hívni, hogy ő akar még valamit mondani, kérdezni, intézzünk el neki valamit, vagy bajban van. Én ennek nem nagyon mentem utána, nagyon sok dolgom volt így az elmúlt pár napban, legkevésbé az, hogy most az én kis oludájomat vigasztaljam és foglalkozzak vele, de hogy akar valamit kérdezni. Nem tudom, hogy miről van szó. Lehet, hogy vásárol az olyan új konyhai berendezés, és nem tudja használni, és talácsot szeretnénk kérni. Az on-off mit jelent rajta? Vett egy új tévét, és nem tudja bekapcsolni. Szerintem mindent elmondott a múltkor Afrikáról, amit mi tudni akartunk, ugye a jó tanácsait, hogy mit kell csinálni, mit kell lenni, hova kell menni. Én nem hiszem, hogy van benne több, hogy a Pákó most még valamit akar. De én sértem. Eszébe jutott valami? A legfontosabb mondat az ugye így szól. Mindent fogtuk hallani. Hát ennyi. Na most őszintén, tehát, hogy szerintem, ami miatt téged üldöz, az csak jó hír lehet. De tényleg mert, mit akar? Na most ugye érted, te vagy az apja. Mind meg fogunk halni, hát ennél rosszabbat már igazából nem mondhat, akkor csak jó hír lehet. Nem tudom, tehát, hogy így gondolkoztam, hogy mit szeretem, úgy, beszéltünk, jó hangulatú beszélgetés volt, oké, de hogy a Pákó olyan tudod, hogy beszélsz vele, és akkor kicsit beléd szeret, és utána viszont jön, hív, tehát ezzel nincs baj, tehát szívesen meghallgatom, meg segítünk neki, amiben tudunk, akár föl is hívhatjuk, csak tegnap már kaptam a hírt több helyről, hogy keres a Pákó. Azt még nem tudom, miért nem hív föl, mert engem nem hívott. De Vikilla mindenkin keresztül egyébként üldöz.
Nem lehet, hogy bajban van, vagy már elrabolt. Nem lehet, hogy rájött, hogy Nelszfruid van, neki vannak rokonai, és intézett nekik vigyünk egy kellemes családi vacsorát? Vigyünk ki, ahol vendégek lennék, és nem pedig főfogás. Vagy tud valamit, igen? Vagy elszabadultak ott élő, kint élő rokonai, és meg akar velünk osztani valamit? Nem tudom. Mit csináljunk? Beszéljünk velem? Mert rácsörögjünk? Hát téged keres, ne ránk néz, mi meg igen vagyunk nélkül. Figyeljetek, nekem kis dózisban ő elég egy hónapban egyszer, csak nem mennék úgy el, hogyha mondjuk ő tényleg bajban van, és mondjuk ne agyisten, egy komoly ügyben akar segítséget kérni, akkor úgy ülünk fel a lepülőre, hogy nem segítettünk neki. Nem, ezt most komolyan mondom, nem tudom, hogy mit akar. Plusz hát, ha 6 héten keresztül téged kint hívogat, az se jó. Tényleg nem. Valahogy a Vikin, meg a Julin, meg a Lacin keresztül próbált most jönni. Ne terhelje, ne foglalja volna, mert érted, a család is esetleg fel akarja venni veled a kapcsolatot, akkor ne az egyen Pákó miatt nem tudja. Aha, de látom már egyébként Anna tárcsázta. Megkérdezzük? Aha. Jó, bekapcsoltad, Anna, itt van? Ilyenkor itt van? Tehát gyerekek, nagyon akar van, mert egy 4-8 körig soha nem volt elérhető. Nem? Mindig aludt, vagy ki volt kapcsolva, vagy nyomozta, hogy hol van a mobilja. Vagy azért van ébren, mert kirakták a lakásába, és hallotta, hogy nálatok azért van hely. Na gyorsan megkérdezzük. Bauni! 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 Mi van te? Na, te tényleg üldözöl napok óta, hogy szeretnél valamit kérdezni, vagy szeretnél valamit? Ezt hallottam. Igen, azt szeretném megkérdezni. Na várjál, ne rohanjunk ennyire előre, mert akkor van konkrét kérdés. De hogy fönn vagy ilyen korán? Azért vagyok fent ilyen korán, mert annyira fontos ez az üzenet, amit szeretném átadni nektek, és emiatt korán keltem. Ja, és emiatt már fölkeltél, hogy hát a felhívunk, hogy ott ültél a kis telefonod mellett, és vártad, hogy megcsörenjen. Aha. Ez így van, Balázs. Na, ma segítek gyorsan, nincs csak időnk, mert más témánk is van, de akkor mondd, mit szeretnék kérdezni, és akkor megpróbáljuk megoldani, vagy mi a baj? Az a baj, hogy nagyon bajban vagytok. Mi? Bajban vagytok, mert... Ja, hogy mi vagyunk bajban? Ja. Igen. De mi történt? Ha nem vigyitek magatokat Afrikába, akkor mindent fogtok halni. Ezt már tudjuk, de kit nem visz? Ha nem visszük magunkat Afrikába, oda megyünk pákok. De kit nem visz? Vagy mit nem csinálunk? Nem értem, mondd még egyszer. Azt mondom, ha nem vigyitek magatokat Afrikába, mindent fogtok halni. Aha. Mert de semmi újdonság nincsen meg. Mert ott a helyen beletettek. Értem! Nem értettük, hogy te mit akarsz mondani. Ja, értem. Ott a helyen beletettek. És vigyázzatok rátok. Haza akarsz menni? Honvágyad van, vagy mi van? Igen, el akarok menni, Balázs. El akarok menni. Értem, tehát hogy azért üldöztél, és azért akartál velünk beszélni, hogy hát, ha valahogy el tudjuk intézni. Ugye erről beszéltünk a múlt, hogy te ki gyere velünk, és ez... Azóta forog a te kis buksitban, hogy valahogy intézzük el, hogy te ki gyere? Abszolút. Mert múltkor beszéltük erről, és akkor arra gondoltam, hogy jó lenne, hogy a mellettetek a helyem, Afrikába, és vigyázzatok rátok, mert csak én vagyok a dzsungel istennek, a Akalamagó. Akalamagó. Mit tudnál tenni, figyelj, Pákó, abban a szituációban, amikor mi például hármasban, Nelszfruidban sétálunk, ebben a gyönyörű kis városban nézelődünk, és egyszer csak néhány ember körülvesz bennünket, és vagy a Janit akarják, vagy a Bali haját, vagy az én, nem tudom, pénztárcámat, akkor te mit csinálsz? Én oda megyek, és leutom. Aha, szerintem gyere. És leutod? És leütöd. Oda, hogy és leutom. Szerintem, de tényleg olyan mondom. Na jó van, én azt hittem, hogy baj van, vagy beszorultál valahova, vagy baj történt veled, vagy eladtak, vagy megvettek, vagy kiraboltak, ennyi. Vagy mit tudom én. Hát azt hittem, hogy hát csak egy repülőjegyet akarsz megspórolni. Csak szerettél egy gyorsan repülőjegyet, hogy vigyünk ki magadat. Figyelj, Pákó, ígérni nem tudok semmit. Mondani viszont annál inkább nem. Sajnos nem kelhetsz át újra a nagy vizen. Nem én leszek az, aki visszavisz a ti otthonodba, a te hazádba, a szüleidhez. Pákó, megteszünk mindent, jó? Lehet, hogy ki tudunk majd vinni. Az első szezonra szerintem nem, a másodikra. Köszönöm, uram! A másodikra, mint egy ilyen kis dzsungelt segéd, majd dolgozunk rajta, jó? Köszönöm, Balázs, köszönöm. Jó? Köszönöm Istenvel, Isten legyen veletek. Jó,
jól van, de akkor... És ott a helyem. Májo. Jó, Páko, Páko, letesszük, jó? Letesszük, vigyázz magadra, hívlak majd, ha vannak történések. Akkor nem vagy bajban, minden oké, az hittem, hogy tényleg van valami, jó? Vigyázz magadra! Igen, nagyon vigyázok magamra, köszönöm szépen. Nagyon vigyázzál. És gyorsan elmondom a egy évvel a kapcsolatom évfordulóját, tegnap ünnepeltem a párom, és azt szeretné bejelenteni a rádióba is, hogy a nagyon jó, hogy megvagyok, és azt mondja, hogy jó lenne, a vigyétek magatokat. Hát azt megértem, hogy ezt nem csodálom. Az egyetlen ember, akit a párja küldene, hogy menjél 8 hétre, 2 hónapra, az a te párod. Ugye kicsit fellélegezzen. Na vigyázz magadra, Bauni! 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 Az egész beszélgetésben rájöttem, ez a kedvenc. Mikor nem hajlandó átlenni a tárgyéken. Mi lenne, ha elvinnék magunkkal, és ott hagynánk? Hát szerintem örülne neki. És szerintem itthon is sokan örülnének. Felélegeznének. Te ne röhögjél. Hallottátok engem? Hogy ne hallottunk volna? Mája. Szóval, hogy elvisszük, és ott hagyjuk. Szóval, gyerekek, meg el kell, hogy üzetek magatokat. Kell, ott a helyem, Balázs. Ott a helyem a Morning Show mellett. Hogy együtt csináltuk ezt a pozíció, és mindegy haja, és nagyon jó lesz. Itt vagytok? Háho? Itt vagytok? Van ott valaki? Balázs! Jani! Feri! Meg fogtok halni. Te hülye állat! Na, szevasz! Szia! Ciao! Bauni! Meg fogtok halni. Itt vagytok? Ne csináltuk ezt velem. Háhó! Hóhá! Van ott valaki a rádióban? Balázs! Feri! Jani! Ne hívjátok magatokat a dzsungja isnek a haragját. Nekem ott a helyem, mert meg fogtok halni. Esküszöm. Meg fogtok halni. Mind meg fogtok halni. Nem jutok vissza. Meg fogtok halni. Meg fogtok halni. Ez hülye. Na jó, tedd le, szevasz. Ciao. Bauni. 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 Bye. Háhó, hóhá, van ott valaki a rádióban? Háhó. Hát, tényleg ki akarjuk vinni magunkat? Hagyjuk a második felére, vigyétek, képzeld, de a Laci lesz már akkor csak kint közülünk. Már én is itthon nagyon fogja imádni. Nagyon jó lesz, hogy majd este 10-kor, mielőtt lefekszik, az végigmegy a szobáknál, mindegyikben bekopog, és azt mondja, hogy mind meg fogtok állni, jó éjszakát! Jaj, gyerekek, a könnyem kicsordult. Én nem, tehát elképesztő. Ezért fog a te szobádba lakni, ha hogyha kihozd. Igen. Na, ja Istenem. 2 perc van, pontosan 7:30. Várunk egészen friss közlekedési híreket, jó? Ha van, akkor küldjetek, hogy mi helyzet az utakon, kinek hogy indult a reggele, ki mit lát. A Szerencs utcánál megint valami nagyon nagy
csúnyaság van, mert hogy egészen lassú a forgalom, utána viszont begyorsul, ezt többen megírtátok, az okát senki nem tudja, senki nem látja. Minden esetre ott van egy kis dugó. És elég sok a trafi, a 202-esnél mérnek az M3-ason Budapest felé, ezt Enci küldte nekünk, menjen mindenki lassan, aztán a 8-as úton Veszprémből Várpallotta felé, a kivezető szakaszon szintén van egy trafi, Fehér Oktáviában, metrós Imi küldte nekünk, az M1-es 42-es kilométerénél is fotóznak, aztán a Szerencs utcáig ugye nagyon beállt, ezt Bandi is elküldte nekünk, és az M7 Völgyhíd előtt 5 kilométeren keresztül süt a nap, valamint Győr-Zámoly közepén Fehér Szeádból szintén trafiznak, ezt pedig Ákos küldte nekünk. Óven bácsira lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 óra múlt 39 perce, jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek, Depes Mód, itt a Morning Show-ban, a Klasszon, hát mennyire örülünk, az ilyen klasszikus, régi, generációs élményt nyújtó zenéknek, nem? Mert jó, biztos a fiataloknak, és azért is játszunk olyanokat, hogy legyen MKO, meg TVKO, meg MMFKO, meg... MMFKO. Tegnap a Csabinában, ami MKO, MKOLO, meg ilyen zenekar neveket látok, hogy egyszer rájövök, hogy kezdek baromira öreg lenni, és megörülök egy Depes Módnak, és mint régen apám a kadlott karcsira, én a Depes Módra érted, itt rázom, hogy úristen, de legalább ez egy minőségi ugrás, úgy érzem, és ezzel nem akarom megbántani a karcsit, hiszen jó, hát tisztelem az ő munkásságát, hisz hallgattam én is eleget gyomlálás közben kint a kertben. Hidd el, ezért apám jó voltából. Generációk nőttek úgy fel, hogy a szülők zenéjét kellett hallgatni, nem? Hát ezt tényleg gondolkozzon el mindenki, hogy ott a gyerekkorában... Várjál, mondom, kadlott karcsi, ha megunta, akkor azt mondta, jó étvágyat az ebédhez, addig bizottság. Na, ha nem már bizottságot és kadlott karcsit hallgat, széles palettán mozgott az öregkel. És imádom, ugye, és ő ott ültünk az ebédnél, és berakta a bizottságot. És egy régi nagy beak hangfalakon, brutális high-tech technikát, csinált, hogy elektroműszerész. Kanalasztátok a borsolevest, hogy szerelem. Már megint izzad a tenyén, és ültem a tesómmal, a kis rövid nadrágomban, az elő bilire vágott hajammal, érted, és nem értettem, hogy mi ez a zene. És mondta a tesóm, hogy menjünk üveggolyózni, és mondtam, hogy jó, menjünk, csak ne kelljen ezt hallgatni. És akkor jó kedvük volt, akkor meg 3+2, még a híd alatt, hát, volt minden. Tehát nálunk, ha jó kedve volt apámnak, hanem akkor is mindig ez volt, hogy itt a Rigó részegeslő, elhittük a zomárat. Ugye, hát... Hána, a korvátista volt az Isten. Nekünk úgy kellett felnőni, hogy a szülők zenéjét hallgattuk. Ez erről szólt, nem? A szülő zenei ízlése, nem azt mondom, hogy határozta meg a te ízlésedet, de egész egyszerűen nem tudtál hova menekülni, nem volt még saját lakásod, nem mentél el, bementél a szobába, de hát ők hallgattak ugye zenét, és akkor feltették a vagy bizottságot. Vagy felhagosították, hogy te ne halld a mellékzőrhet. Figyelj, este tízkor nem szólt bizottság. Mondom, milyen zenéket kellett nekem még hallgatni. Hallgatott például Ten Years After-t, imádta. Tehát az nem értettem, hogy mit, csak mindenkit visongott, közben aztán 3+2-t, aztán bizottságot, néha berakott egy kis Pink Floydot. Kicsit csapongott értettem. Az öreg. Ha, igen, de mindenből csak a jó. Igen. De nem mondta, hogy nem széles. Sok műfajt, de mindig a műfaj legjobbjait vonultatta fel. Hány hallgatónak van meg az az élmény, hogy otthon kis üveggolyózás közben kis nadrágban, bubira vágott frizurával ül, és hallgatja a szülő zenét, egy magnó volt, nem hallgattál a saját szobába külön zenét, egy magnó volt, két kazettás, egy kazettás, hallgattad, amit ők hallgatnak gyerekként. Mindent értek, hogy ilyen vagy. Mindent. Érted? Hát most csodálkoztok, hogy ez lett belőlem. Kombiné, 3+2 híd alatt, úristen, mi volt az a szomorú szám, hogy majd elmegyek én, és a falumból, ha visszajövök, az lehet, hogy nem kicsin 3+2. Kicsin falum, ott születtem. Kicsin falum, ott születtem. Nincs a lámpafény. És tudna? Mi is hallgattuk. És ültem, és tudtam, hogy 8 éves vagyok, és nem értettem, hogy miért kell nekem a szomorúnak lenni, de szomorú vagyok, mert ez a dal szomorú, érted? És egyébként együtt volt vasárnap a család, érted? És minden rendben falum, van. És milyen egy ebéd Janéknál? 1900, mikor 70-es vagy? 1978 írunk, 8 éves vagy, tessék, milyen zene szól? 10 éves vagy, mondj valamit, amit még megtanál. 8 évesen? 10 évesen, amit apád szeretett, és be tudom rakni. Horváth Pista, bármit megtalálsz, Horváth Pista. Ennyi, így van, így van. Horváth Pista, gyakorlatilag tőle Horváth bármit. Pista, azt mondja, hogy Horváth Pista. Kattints rá. Bocsássa meg nekem a világ. Legyél bátor, dobd be. 1977. Janiéknál ebéd, hol ebédeltetek helyileg?
Az asztalnál. Megfox lepöndi székeken ültünk egy asztalnál. Lőrinc, új száz. 78, nem, 78, Pesszent Lőrinc, Nagybecskerek utca, albérlet. Tegye meg nekem, az én közönségem, hogy ebben a dalban az én lelkem, szívem is benne van. Jani! Úgy, de jó. Na, megint, mondd Feri, mikor születtél? Te is 70-es vagy. 70 nálunk, apám az volt a kedvenc dala, az egy dunaparti csónakházban. Ez ki ő? Fogalmam nincs, hogy ki énekelte. Mindenki elénekelte. Vasárnap ott ütél a kis rakott krumplidal. És ez az elvágyódás volt, érted, a Porosúj kígyósból. Hát hol volt nekünk Dunánk, meg csónakházunk, sehol. Jó, dunaparti csónakház. Oké, figyelj. Azt mondja, hogy egy dunaparti csónakházban, 1952. Bizony. Jó, 1980-at írunk, ti hol ebédeltetek? Volt konyhátok? Dehogy volt, semmi, a disznóhát. Miért mondod, volt nyári konyha? Ja, tényleg a kiskonyhába hátul, de ott voltak mellettünk a jószágok is. Má, aki túlélte. Na, oké, tehát 1980-ban vagyunk, Ferike 10 éves, vasárnapi ebéd van, ezt a zenét hallgatott, tessék. Látod, milyen vidám? Ezt nem mondta, minden nap levágtunk. Atya Isten, egy dunaparti csónakázban. Gyerekek, az én apám, komolyan mondom, a Pink Floyd-dal, meg még a bizottsággal. Egyébként hozzátok képest, bármi, ami egy követ fújtunk. És most Lenny Kravitzet hallgatsz. Látod, milyen messze esett az almafáj. És a mi gyerekeink hogy lesznek normálisak, ha mi ilyen zenéket hallgatunk, amit ők egyáltalán nem akarnak otthon mondjuk hallgatni? Nem? Vagy a mi gyerekeink és köztünk kisebb a szakadék zeneileg? Mert én például Gánzt hallgatok, a Benny imádja, aha, és mondja, hogy a My Michelle, vagy a Mr. Brownstone, vagy a Paradise City, és ülünk a kocsiba, és bömböl a Gánz. Tehát nincs akkora szakadék. Nem hallgatsz Akácos utat, nem? De igen. Jó vagy, te igen. Én szeretem. Igen. Te igen. Ugye, nincs akkora szakadék, hát, nem? Hát én, mert a te apád egy ilyen multikulturális fazon volt, tehát hogy ezért nála elég széles palettáról volt merítve a zenei kínálat, ellenben nálunk. De mi legalább tudtuk, hogy merre nem menjünk. Ja, ugye? Így van, nekünk előttünk ott volt az a példa, hát láttuk, eleget hallottunk, jól laktunk vele, köszönjük, egy életre elég volt. Ugye, sose felejtem el, vasárnap nem múlt el úgy ebéd, hogy Cigány György ne kérdezzen, az megvan? Na persze. Tehát játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez Cigány György úgy, hogy te nem értetted, hogy 10 évesen nem értetted, hogy hogy van olyan ember, aki okay, betelefonál válaszolt egy ilyen műsorban. Nagy bajomi József, négy nyugdíjas. Nyugdíjas, és gyerekek, lejátszottak ilyen, és azt is bemondta, hogy Wagner 7., 8. Rimszkij-Korszakov korai időszakából hallottunk egy részlet. És álltál ott a konyhádban, a kis rövidgatyában, érezted a palacsinta illatát, vártad, hogy belekerüljön a töltelék közben. Dapád beleordibált időnként. Nürnbergi mesterdallomok! És telefon, hát nem volt telefon, az helyszíni játék volt, mindig valahova oda kellett menni. Hát, vagy oda mentek, igen, ugye, nem te csak hallott, hogy aki válaszol, igen, mit tudom, kis ilonka. Lohengrin, te gyökér. És gyerekek, és egyszerűen tudták. Na csak mutatom, figyelj, ja, mit hallottál vasárnap? Mindenki konyhájába 1985 mondjuk, a mi generáción kisnadrágban várja, hogy elkészüljön a húsleves és a túrós palacsinta, anyád, aki egy művelt asszony, közben ezt hallgatja. Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Hát nem mondjátok. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, Csepkovics József, Lakatos. Sose tudjuk meg, ki válaszol. De mindig volt valaki. És azt mondtad, hogy jó, akkor bemegyek, inkább játszom a katonáimmal. Nem? És az volt, hogy nem volt, legtöbb esetben nem volt flott utána a névnek a bemondása, hanem mindig egy kis szünet, kis lámpaláz, kis mikrofonláz. Aki válaszol. Igen. Na, mondja már. Igen, mondhatom. Tényleg. Mondjad már. Ja. Igen, és gyerekek, ez a 60-as, 70-es évektől ment ez a műsor, tehát hogy ez van, meg nem is voltunk, ha gondolat se voltál még, te se, és már a szüleink, nagyszüleink már, aki kérdez Cigány György, hát ez nekik egy nagy klasszikus, ma ezt egy 20 évesnek ilyen elmondod, nyilván nem tudja, és nem is kell tudnia. Tehát te tényleg erre álltál ácsingózva a túrós palacsinta után, kis zokniban, szandában, rövid gatyában, hát a konyhádban, és vártad, hogy kész legyen a vasárnapi ebéd? Hát mi is többet hallgatok a déli muzsikaszót, mint mondjuk a Szabad Európát, az is biztos. Igen, akkor ezt nekem. Nálunk nem lehetett fogni. Jaj, de szeretem. Jaj, Istenem.
Szóval visszatérve a Depeche Ezért módra. Van az egyébként. Például a legutóbb, amikor voltunk egy ilyen vendéglőbe, és azt hallottam, hogy a teraszon megszólal egy hegedű, már rögtön oldalasztam lefelé a pizzájségbe, mert hogy tényleg, őszintén mondom nektek, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt meghallom, hogy csend, és beszáll a banda. Én na, abban a pillanatban én hazamegyek. Én elmegyek onnan, elköltözök. Ugyanígy vagyok, leszállok. Mikor bementem egy étterembe a Vikivel, és nagyon helyes cigány zenészek, de ahogy kell, tudod, Isten igazából húzták, már láttam, ahogy meglátnak, ülünk ott a kis vaníliasodónk felett, meglát, tudod, a vezető, és az oda jön, asztalhoz áll, tudod, fészkelőd, zavarba, vagy keresel egy 500-as, nem tudod mit csinál, és fél óráig nem mennek el. Mondtam, Viki, éhesek maradunk. Vagy elővettél egy húzást. Homlokra, pihenjetek, srác. Nekünk ezt most ne. Én se tudom ezt valahogy kezelni. Igen. Tehát például, amikor odajönnek az asztal, és hegedű, hát bennem mulatás, tényleg... Mulatás, gyerekek. Hát de mit húzzak tekintetes, ura? Már gyantázz, de másfél órát kb. Jó, köszönöm. Igen. Jó, nagyon sok SMS jön, jó? Tessék, akkor írjatok nekünk, hogy kisgatyában, zokniban, szandában, egy nyári kánikulában, 35 fokban, panelban, otthon, kisparasztházban, bárhol, kinek mit hallgattak a szülei, jó? Mivel kínozták úgy a saját gyerekeiket egyébként, nem tudva, hogy generációs sebeket okoznak ezzel, és soha el nem múló lelki sérüléseket okoznak a gyereknek, mit kellett neked gyerekként hallgatni? Jó? Gondolkozzon akkor, és mindenki jövünk az SMS-ekkel majd a hírek után. Jó? Két szoba, meleg víz, folyóvíz, autó nem volt minden lakásban Magyarországon, de a Kárcos út biztos, hogy van. Az gyerekek mindenhol. Rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás. Olvasgatok akkor majd a hírek után, most pedig Óven bácsival és Berunénivel játszunk már is. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok, Józsi vagyok Kecskemétről. Józsi, neked csuttognod kell, vagy nem, valaki nem, alszik? Nem, már jobb. Jobb. Nem. Fülesen beszélek, és ezért szerintem, de kihúzzam, lehet, hogy úgy jobban fogok. Tök jó, hallani. Nem, abszolút jó. De fussunk neki ennek a dolognak még egyszer. Aki kérdez, Sebestyén Balázs. Aki válaszol, Józsi. Igen. Józsi Kecskemétről. Tényleg a teljes név, és meg vagyunk, abszolút. Józsi Kecskemét, azt mondtad? Így van. Dolgozol, vagy mit csinálsz? Igen, dolgozom a Mercedesben. Ó, egy Mercedesben ülsz és úgy dolgozol? Magánnyomozó vagy? És fotókat készítesz? Vagy a Mercedes gyárban dolgozol? Nem, hanem magában a gyárban dolgozom. Ja, igen. Azt mondtuk, hogy bent ülsz éppen a vezetülésnél és pörgeted vissza azon. Igen, az órákat pörgetem. Ilyen korán kezdtek? Vagy mi a helyzet? Nem, én most egy éjszakás műszaknak a végén voltam, és írtam az Annának egy SMS-t, és így bekerültem. De mi a kecskeméti Merci gyár éjszakai szereltet? Hát, így van, három műszak van. Éjjel-nappal nyomják. Három műszakon dolgoztam. Azt a mindent. Hát, és mondja valaki, hogy a fogyasztói társadalom halálra van ítélve. De hogy van? Hát ha három generáció, vagy három műszakban kell még gyártani a Mercedes, CLS, CLK, CLA-kat, akkor CLA-kat azt hiszem azokat. A CLA-kat csináltok, nem? Igen, CLA-kat. Igen. Vagy a nem publikus dolgokat csináltok este? Akkor rakjátok be az Audi motorokat? Igen, a Renault motorokat a B-be. Igen. Renault motorok vannak a B-ben. Igen? Tényleg Renault motorok vannak? Igen. Na, hát azok. Jó, megbízható jármű. Ja. Én mindig mondom, a franciák nem tudnak más csak zabálni, meg bujálkodni. Higgyétek el, hogy máshoz nem nagyon értenek. Jól van, oké, figyelj, Józsi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni. Jó, figyelj. Oké. Gyerekek, ez egy sisakos kazuár. Igen. Az. Vagy különböző tatoini dialektusokra tanítják a kis lukot. De ez már abszolút jól megy. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. Jön egy rövid részlet, figyelj. Hűha, ez egy picikét rövid. Ne, meg lesz ez. Még nem. Hogy ne, mutatunk egy ugyanilyen rövid részletet, figyelj. Pedig nagy zeneszakértő vagyok. Még egyszer lehet utoljára? Utoljára meg tudjuk mutatni ezt a rövid részletet, figyelj! Hát így nem nagyon megy. Jó, nem baj, szerintem a következőből meg lesz. A bögrét kivettük, jön egy hosszabb részlet, figyelj! Na.
Na, hát ez most már így, ez az utolsó, ez jellegzetes volt. Hú, nincs meg. Jó, figyelj. Na, mondd. Bikini. Már megvan bikini, nem? Mutatjuk akkor, figyelj. Afrika! Fekete nő! Ebola! Ebola! De szép! Istenem! Hát, ki volt ennek az előadója? KFT. Mondd már! Józsi! Ja, nem tudtam. Mikori vagy? Mikor születtél? 90-es. 90-es! Jézusod! Olyan a hangod, mintha az apám lennél. De most ilyen korunkbeli vagy, azt gondolod. Most komolyan, mit isztok védőitalként? Mivel lettetek téged? Nerobollal? Vagy Strombával? Mikor? 90 mikor? 90. 90. De meg se kérdezem a szülők, mit hallgattak, mert Dr. Albánt, vagy nem tudom, Scootert. Meg Hathaway-t. Hathaway-t egyébként konkrétan, igen. Jól van, nincs rendésomag, viszont örülünk, hogy játszottunk. Köszi. Én is örülök, hogy bekerülhettem. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Egy perc, a pontosan 8 óra a témánk, tehát, hogy kinek mit hallgatott az anyja, az apja gyerekkorában, kit mivel terrorizáltak úgy, hogy álltott a kis konyhában, várva a kakaós palacsintát, és közben igen, soha el nem múló emlékként még ma is feldereng az, amit a szülő, valamelyik szülő hallgatott a konyhában. Mi volt ez, egy-kettőbe belehallgatunk, jó? SMS számunk változatlan, 06-70-645-000, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:09 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Utoljára itt ma élőben, ugye legalábbis abból a szempontból nyilván utoljára, nem utoljára, hogy jövő héten hétfőn már rádió történeti pillanat 9000 kilométerrel Budapesttől, dél-afrikai stúdióból jelentkezünk. Ha az élet, az úr, a technika és mindenki így akarja, hétfőtől majdnem 7 héten vagy 8 héten keresztül dél-afrikai Morning Show külön kiadás, ami tulajdonképpen helyszínileg érinti csak a Morning Show-t. Itt leszünk nektek, ti is itt lesztek nekünk, veletek foglalkozunk, témákat dolgozunk föl, közlekedési híreket csinálunk, naphallgatóját választunk, tehát minden megy a maga megszokott kerékvágásában, helyszínileg mi egy kicsit arrébb leszünk, egy extra kiadás keretein belül, ami egy jó hosszú extra kiadás. Gyerekek, ilyet még soha sehol nem nagyon csinált senki. Hogy 9000 kilométerre rádiózzon hosszú heteken keresztül. Nem egy egyszerű dolog, de belevágtunk és csináljuk, úgyhogy ma élőben, holnap után az utazás miatt egy-egy best-of, aztán szombaton ugye indulnak Feriék is, remélhetőleg ők vasárnap landolnak is, és megérkeznek. Biztos lehetsz benne, ott leszünk, ha kell, gyalog viszem a hátamon a Szudánon keresztül. Igen, Szudánon és a Tanganyika tavon keresztül jöttök, hétfő reggel pedig már ugye kezdünk Afrikából. De most még helyi közlekedési hírek, ez is egészen furcsa lesz majd dél-afrikai stúdióból bemondani, hogy Trafiaváci úton befelé, igen, de legalább lesz valami érzelmi kapcsolatunk veletek, a hallgatókkal, úgy érezzük, hogy közel vagytok, nincs honvágyunk, és látjuk, hogy mi van a Váci úton, vagy például Petőfi, Pesti híd föl a dél irányába tartóknak sebességmérés van. Ezt Dél-Afrikából elolvasni kifejezetten üdítő lesz. De mondjuk majd, hogy mi a helyzet a Nelson Mandela sugár úton? Hát, hogy a fenébe nem mondanák be. Jó, igen. Az mindig a te helyed, te és majd megdöbbentek, konstatáljuk, hogy itt mindenki szembe halad a forgalommal. Ja, ne! Ezek, hogy így menne. Nézzen, mindenki szembe, ne törődj vele, Bali, menj! Bátor vagy, tudod. Igen. Jó lesz az. Trafi a Váci úton befelé, az északi összekötő híd után a benzinkútnál is mindenki figyeljen. Aztán van egy trafink az M3-ason, méghozzá mozgó trafi a 114-esnél, most indul Pest felé, mindenki menjen lassan, nehéz őket észrevenni, ravaszul, sunyi módon fotóznak. Dunaharasztitól áras sor, Soroksárig, ezt Tomi küldte nekünk, az M3-as 224-es kilométerénél 3 rendőrautó van jelen, Tücsi küldte, és jó utat kíván nekünk, drága vagy Tücsi, köszönjük szépen. M4-es autópálya Szolnoki lehajtónál tengely súlymérők.
Zozi a Scaniás küldte nekünk, és az Eplényi vasúti átjáró lezárva felújítás miatt minimum 15 perc a dugó. Na, és akkor visszatérve arra, amiről mi beszélgettünk ugye itt a hírek alatt, jött egy depes mód, egészen váratlan téma, de nagyon szeretjük, ugye arról beszéltünk, hogy egy-egy ilyen depes módra mi már felkapjuk a fejünket, mert egy generációs élmény, majd a gyerekeink nem értik, hogy mi ez a fura ilyen szinti popos, valamilyen nagyon fura zene. És ugye arról kezdtünk... És arról miért kezdtünk, nyúlják Ákost? Egyetem, miért lopnak Ákosról, és hogy merik, igen, hogy merik a Haubert a nevükre venni, vagy a szájukra venni. És arról beszélgettünk ugye még így a hírek előtt, hogy mi, amikor gyerekek voltunk, és tényleg kis kockás rövidradnákban, zokniban, szandálban, nylon szandálban, nylon pólóban áldogáltunk a linoleumos padlón, és hát vagy, hogy Feri is, én mezőkább. Igen, hát a döngölt padlón. Döngölt padlón, kicsit szalmával felszóltuk. Télen, ne fázzon a lábunk, semmi baj nem volt. Te a disznóban, te a döngölt padlón, én pedig a linoleumon, konkrétan egyébként tényleg. Milyen zenét hallgattak a mi szüleink, és ezzel tulajdonképpen mi az, ami bennünk egy olyan élményt nyújt és nyújtott akkor, amit ha fölébresztenek ami álmodból, és tudod. Ami miatt inni kezdtük mind a három. Titokban a saját gyerekszobában inni kezdtünk. És hát szenzációs SMS-ek a hallgatóinktól. Kétféleképpen zajlik a dolog, néhányat beolvasok, néhányat pedig be is játszunk, mert hát nagyon-nagyon sok van. Valaki például hát a Zárajékat írja, ezt nagyon sokan, nagyon sokan elküldték, hogy ugye van a Csicsat, és van a másik, ami nagyon jó volt a Zárajéktól, a Homokóra. Jézus Mária, maga az elmúlás. Ezt hallottam többször, úgy érzem. Atya úristen. Azért, atya, de a Csit csak most maradt csendben, az jó volt, mert az vidám volt. Az jó volt, de a Homokóra, csak perek. Sok hallgatónk írta. Nagyon sok hallgatónk elküldte, gyerekek, nem hiszitek el, apám Bad Boys Blue-t hallgatott, a hidegrázott tőle. Mutatom, hogy akkor mit hallgatott. Hallgatónál vagyunk, jó? 1900 mennyi? 88... 90-90, ja. Mikor ott a Bad Boys Blue? Döbbenet. Rám ne nézd. Nálunk se hallgatták. Drága hallgató, ott vagyunk a te lakásoddal, a te konyhádban, vasárnapi ebéd, töltött káposzta, húsleves, apád pedig azt mondja, anyjuk, ja, nem így beszélt. Ja, igen. Hát nem így. Ja, nem. Hát az én nagyfaterom volt, elnézést. Jó. Nagyon sok helyen hallgattak 3 plusz 2-t például, konyha, ebéd, kombiné, tehát a legnagyobb. Hát nem, akkor ott vagyunk a hallgatóink konyhájában, 3 plusz 2, ez is mikor, 90-es évek eleje, ugye? Hát az még 80-as évek. Igen, 80-as évek vége. Anyát szól, gyertek ki a szobából, kézmosás, kész az ebéd. Apátok be akarakni valamit, gyertek inkább a szobából, nem megfogáltam. Józsi, a gyerekek már az asztalnál ülnek, ülj már te is az asztalhoz. Mindjárt. De ezt még berakom. Igen. Hát ez volt az erotik, ami miatt majdnem bemelegettem. Igen. Érted? Igen. Eszembe jutottak a kis pocakos, fehéringes, nyakkendős, fekete, szűköltönyös, hízadó homlokú, szemüveges bácsik, ahogy ott kerülgetik egy esküvőn a nénike. Igen. Gyerekek, hogy mi mit hallgattunk? Elmondom nektek, nem zenét. Hajóvonták találkozása tilos. Valaki vízlás, mondja már is meg, hogy az mi a fenét jelent, hogy hajóvonták találkozása tilos. Ez ugye, amikor kevés víz van a mederben, akkor nem mehet el egymás mellett, mert akkor kisodródik a szélére, hanem először elmegy az egyik, megvárja, majd elmegy a másik, hogy mind a kettő középen maradjon. Maradjon! Mi? Tessék, menjél! Na de várjál, ebben nem is az a megdöbbentő, nem is az volt a megdöbbentő, hanem miért kellett 10 millió magyar embernek ezt meghallgatni a Kossuthon, hogy nem találkozhatnak, ha jó vonták? Érted, és te ezt nem értetted gyerekként, hogy kit érdekel? Nem is értetted, hogy mi ez, hogy ha jó vonták találkozásra tilos? A víznek, érted? Azt hallgattad, igen. Akkor, hát, ha. De most egyébként tényleg, tehát, hogy most Tápió Györgyén, hol érdekel már valaki? 12 hajós kapitány volt akkor a Dunán. Igen, ez konkrét vízállás jelentés volt, ugye, igen. Minden vasárnap délután az apám megalakulva hazaérkezett a futballmeccsről, meghallgatta a Zárai Vámosítól a Homokórát, majd újra és újra anyámra nézett, és annyit mondott, a gőz csapjon a falhoz. Nagyon jó. Azok a rohadt érzelmek, de tényleg. Tényleg. 6-1 ide. Pörkölt meleg. Hát sör hideg. Figyelj. 64-28. Apatén 230-32. Gombos 213-32. Ez 10 perc volt legalább. Okovár, és nem tudtad, hogy mit mond. Újvidék 242-37. Mi a 37? Zimony 320. Mert a 242, ugye? A 242 az a magasság. 13, vagy mélység. Mi a 37? Kosova 2494-90.
Mohácsnál 300 Végre, és végre egy településen Magyarországon. Magyarországon 88, Budapestnél 204, Mohácsnál 302 centi. Uh-huh. Gázlóviszonyok a Dunán. Na, most és ezt hallgattad. Na, és ezt arra figyeltétek-e? Mohács, Nagymaros, visszaugrás Budapestre. Igen. Hogy ebben most mi a logika? És az utolsó, semmi ne is keres. Nem volt. Az utolsó, ami minden lakásban szólt, ami nem múlhatott el, vagy hétvégén nem múlhatott egy legalább valamelyik szülő, és ne hazudjunk egymásnak, legalább egyszer ez mindenki meghallgatta. Ott álltál gyerekként, üveggolyoztál, mit csináltál? Én mindig csak a túros palacsinta jut eszembe, mit csináltál? Játszottál a katonáiddal. Így van. Legóztál, legód nem volt. Á, nem. Te hajtottad a disznókat. Így is van. Ugye? Aha, ne meneküljetek, gyönyörűim. Kergetted őket az olba, te játszottál a fakockáiddal. Nem, én takarítottam le már az elkoszolódott légypapírt, hogy legyen megint, mert drága volt. Apád azt mondta, anyjuk, elmegyek, berakok valami zenét. Kicsit ilyen NDK. Apád mivel táncsáros hallgat? Nem, neki értelmezhetetlen volt Soltész Rezsőnek a frizurája, és összezavarta. Hát az mindenkinek az volt. Azt gondolom, hogy a vidám magyar valóság most már talán igen, szomorúnak tűnhet, de én a szent meggyőződésem, hogy több kiegyensúlyozott ember volt, mint most egyébként. Tudtad, hogy ez van. Nem vágytál másra. Nálad is ez szólt. Neki is kodája volt. Ő sem mehetett külföldre. Neki se volt jobb. Hülye egy rendszer volt, rohadt egy rendszer volt, de hogy nem volt ennyi frusztrált ember, volt nyilván, meg a mi nagyszüleink az egy kompletten úgy, ahogy van, egy elveszett generáció szegények, második világháború ötvel, tehát baromi nehéz. De ezzel a kollektív tudattal, ami vasárnap minden magyar konyhában szólt, szerintem mindenki vízállás jelentést hallgatott. Sercegő rántott hús, vízállás jelentés, padlott karcsi. Ennyi, gyerekek. Déli muzsika szó. Ennyi. Na jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát szerintem ez mindenkiben érzékeny hurokat pendített, ugye, az ő gyermekkora. És elnézést, hát hogy megríkattunk benneteket így korán reggel. És hát szüleink fénykora, amikor ugye még ők mondták meg, hogy milyen zenét hallgassunk. 9:30 pontosan, Ákos jön a hírekkel, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 7 perc múlva, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. És hát rengeteg SMS, hogy mindenki érzi a rántott hús illatát, gyerekek, óriásiak vagytok, itálok újra a konyhámban, apám hallgatta, sírok az élményektől, eszembe jutott a kedvenc üveggolyóm színe, emlékszem, hogy csúsztam, másztam a linoleumon, és közben a Bad Boys Blue üvöltött, és rengeteg olyan hozzászólás. Hát igen, ezek nosztalgikus élmények, tulajdonképpen a hétvégi szülői zenehallgatás a kamu angolra, hát legyünk őszinték, ugye, mert hogy a legtöbb szülő egyébként kamu angolt énekelt arra a bizonyos dologra. És tényleg, gyerekek, mindegy, álljunk már le, nem? Álljunk le. Álljunk le, mert van egy másik dolog. Most már tényleg, igen, meg már most már elérzékeny volt. Jó, 9 után kaptok még valamit, jó? Csak így, hogy sok háztartásban még mi szólt, mert több százan elküldtek egy dolgot, azt nem akarom kihagyni, de akkor szóljatok az elköszi előtt, hogy ezt megígértem. Nem, mindenképpen. Na, viszont eszembe jutott tegnap valami. Megint az zuhany alatt, ott vannak nagy gondolatai. Uh-huh. Ahogy a pókkal lőttek gondolom. Igen, gondoltam Janira a matrózuhanyzásnál, hogy ugye 3 perc alatt zuhanyzik, mert spórol a vízzel, gondoltam, megállba kell hozni az univerzumot a 14. percnél, amikor ömlött rám a forró víz, akkor eszembe... Meg a szapanozás jobban esett nyilván. Igen. Alaposan átszapanoztam magam, hogy ugye ez utolsó adás, ugye? Elvileg, Afrikából jelentkezünk. Igen. De hát ez egy veszélyes hely. Ahova megyünk. Uh-huh. Ez most azért ott van elég sok minden, mindenféle túlzás nélkül. Akkor nem menjünk. Hívjuk fel a Kolosi Pétert, és a rádió vezérek az és mondjuk meg, hogy hogyan ez ezzel a baromsággal, gyerekeink vannak, hogy minek oda kimenni, hát normálisak vagytok, Péter, nem megyünk. Mondjuk, abban lenne rock'n'roll. Igen. Az tökös lenne, Jan. Főleg, ha a ködbéremre gondolok, amit akkor fizetem kellene. hogy annyit celebbel voltunk mi egy kicsit, nem azt mondom, hogy bántóak, mert szerintem nem, de talán egy kicsit csipkedtük meg őket, vagy martuk meg őket, hogy mondjatok 2 nevet. Aha, akiket még nem. Akiket még nem, és azokat bántjuk meg most. Akiket az utóbbi időben mi mondjuk egy kicsit megcsipkedtünk, olyat mondtunk, olyat mondtam, te bántottad meg, én mondtam rosszat, te is esetleg beszóltál. Így van. Celeb, fontos, és celeb. Te is. Én is, és aztán Balázs is. Igen, aztán megint a Balázs. És ha nektek nem jut eszetekbe senki, nézzetek rám, és eszetekbe fog jutni. Megmondom miért. Mondtok mondjuk 2 nevet, és teljesen váratlanul rájuk csörgünk. Uh-huh. És olyat teszünk,
amit mi nem tettünk meg soha. Uh-huh. Azt mondjuk, figyelj ide, kedvelünk, jó, hazudunk. Na, de jó vagy. Dehogy is, egyébként a celebek nagy részét egyébként, akikről mi beszélünk és akiket megcsipkedünk, mi kedveljük. És azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ki. Nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem tudjuk, hogy odaérünk-e. Nem tudjuk, hogy elveszünk-e Johannesburgba. Ki tudja, hogy ott ebola, farkas, éces majom, beutazók, csádi bevándorlók. Szeretünk. Ne haragudj. Aha. Tehát, hogyha nem jönnénk vissza, akkor ne legyen tüske benne? Ne legyen tüske. Húzzunk ki két tüskét valaki. Akit mondtok. Itt a telefonkönyvem. Akit mondtok. Kit hívjunk föl? Ki volt az? Hát ki nem volt, az egyszerűbb. Aki nem volt, de akkor keressük. Nem tudjuk, mit csinál, nem tudjuk elérhető-e. Most mondunk két nevet, vagy még kilenc után a harmadik. Nekem vannak ötleteim, én azért így összeszedegettem a zuhany alatt, ezzel elment még egy 20 perc. Hosszú a lista. Hosszú a lista. Celebekről beszélek kifejezetten. Hát ki... De akkor nagy komoly restanciát, akkor tényleg úgy törőjünk, hogy akkor tényleg értelme legyen. Mire gondolsz? Hát nagy. Abba Házi Csaba. Szani róla. No. Igen. Hát ők tudják, hogy... Ők volt tudják, egy ember, akivel egyszer kibékültél egy adásban, egy kitelepülős adásban, mert előtte már nagyon sokat ütötted. Kibékültél vele, de aztán megint ütötted. Igen. De ütöttük, bocsánat. Igen. Nem fogjuk rá csak. Ez én vagyok. Ez én vagyok, de megbocsánat. Hagyjuk is. Köszönjük. Akkor már ne is éljünk semmit. Nem, hát gyerekek, a Kozsó. 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 Kozsó, és jogtalanul, tehát, hogy állandóan ez a Lady Gaga-s ízét nyomod, hogy nyilván kamu az egész, pedig hát tudjuk, hogy nem az. És akkor tőle ti bocsánatot szeretnétek kérni, ugye? Szemét ne hátrálják ki, most nem, ez egy spontán csörgés lesz, bárkit hívunk, én megyek, hogy vitassuk meg. Két telefonunk van, plusz egy mondjuk kilenc után. Kozsó? Szerintem igen. Hát tőle van miért. Volt valaki legutóbb is. Én esküszöm, hogy szintisztán jó indulatból mondtam. Amikor az volt a témánk, hogy ki mennyiért vállalna be valamit. Igen, és azt mondtam neki, vagy azt mondtam adásba. Most ezzel remélem nem nyitom ki újra Pandora szelencéjét, hogy mennyiért vállalnád be, hogy most Galambos Lajos beleül az orrodba egy hét nem fürdés után. Amit alapvetően egyébként én ezt kedvesen mondtam. Ez egy fikció. De basszus, nem akartam bántani. Ez egy fikció. Ugye? Ez csak így elgondoltam. Miért ülne bele a Lajos az orrodba? Mondjuk én ilyen fikciókra riadok fel éjszaka. És miért ne fürdene egy hétig? Csatakos homlokkal. A bulvár lehozta címlapon. Gyerekek, csak mondom. Van a sztárban sztár. Ugye? Uh-huh. Van. Hát gyerekek, minket azért felnégyelnének, amit ott a Hajós mond meg, a Majka mond meg. Azokat másnap címlapon hoznák, és országos balhé lenne, és jönnének ja, jó, ide de a rádió előtt. A kultúra, mi pedig mindennek az alja, ezt ne felejtsük. Olyan szinten mondanak előadókról dolgokat, hogy azt nem hiszem, ezt mi mondanánk? Hogy... Miközben nem az eredeti előadó a lényeg, hanem... Igen, most valami sertéses összehasonlítás volt pont egyébként. Mi kicsi dolgot mondunk, és óriási balhé van belőle másnap címlap. Ott olyanokat mond a Majka, a Hajós. Mert és... ő kedvesen mondja, te meg nem, tudod? Kicsit mi azért így... Mert a Hajós biciklivel jár, te meg így van. Mivel járnál? A Lajos ezen megharagudhatott? Hívjuk föl, mondjuk meg neki, Lajos, nem úgy gondoltam, hogy egy hét nem fürdés után te beleülsz a Jani órába. Két hétre gondoltál. Alapvetően csak néhány nap fordott a fejembe. Jó, Lajos, hívjuk a Lajost. Jó, kérjünk tőle bocsánat. Gyerekek, én ezt tízig tudom csinálni, állítsatok le, nekem annyi ember van. De nem azért, mert valójában lelkismert furdásom van, csak ha bármi történik, nem maradjunk úgy meg, hogy nem jönnek el, vagy nem úgy, nem úgy gondolnak ránk vissza, hogy azért én ez három... Én nem láttam egyetlen címlapot sajnod, hogy Madon Jani beszólt valakinek. Persze, én mindig csak azt mondtam, hogy engem igazából ez a dolog nem érint. Te szemét, mindig én viszem el a balhét, akkor azért te is nagyon osztasz mindenki, csak valamiért mindig én viszem el a balhét. És mindig én vagyok keresztre feszítve, karóba húzva. Hívjuk a Lajos. Jó? Röviden, szia Lajos, bocs. Kész. Aha, és leveszünk. Nem akarom. Gyerekek, ott van a Pataki, ott van a Vágó, ott van a Fási, ott van a Kozsó, ott van a Szabó Zsófi, a DJ Dominik. Én annyi nevet szedtem össze. Pokora jutsz. Én de szemét állat. Haló. Haló, Galambos Lajos. Lajos, keresünk. Hello, Lajos. Morning Show, Balázs, Jani, Feri, hello. Jó reggelt. Kívánok. Hello, sziasztok. Jó reggelt. A retyón ülsz? Na kezdődik. Nem, az autómban. Ja, csak olyan visszhangos volt. Nem kellett volna kicsit korábban felhívni, mondjuk egy másfél hónapja? Nem butánskodj. Most azért gondoltam, hogy a retyón ülsz, mert olyan visszhangosodak, a kocsiből ülsz. Jó. De ezt hagyjuk, eresztjük el ezt a szállat. Figyelj ide. Te drága ember, mi másfél hónappal ezelőtt mondtunk valamit, egyébként nem én, hanem a Feri. Azért ezt a két hangot nem tudod összekeverni. Igen. Mi ma repülőre ülünk, és azért hívtunk föl, hogy ne haragudj.
Én nem haragszom rátok. A kellemetlen az egészben az, hogy nekem gyerekeim vannak. Tanítom őket arra, hogy fürdjenek le, tudod? Hogy jó, van egy igényeljárás, és akkor hallom ezt egy ilyet reggel a rádióban, nem értik, nem értik. Én számukra egy példakép vagyok, tanítom őket. És nem vagyok celeb. Celeb az, aki saját erejéből nem lett senki. Ez egyébként tökéletesen így van. Én előadó művésznek tartom magam is producernek, és tehát nem celeb vagyok, egy előadó, énekes, trombitás, szórakoztató, vagy amit akar. Így van. Azt gondolom, hogy ha te nem fürödnél egy hétig, vagy Feri, vagy senkit Jani, nem zavarna, nyilván humor volt nálam, ez tender. Figyelj, Lajos! Nem, a gyerekek szempontjából kell gondolkodni, neked is persze, van gyereked. Hogy? Fogod látni ezt majd, halli sok vagy minden. Meg látod most is, hogy mennyi kellemetlensége van. Utaltatok a sztárban sztára. Figyelj! Na hát ott, na hát én ahhoz képest... Én nem értem, hogy ezt miért kaptam. Én azért semmit nem tettem, és ez a műsor nem arról szól, hogy az eredeti előadót majd megfirkáljuk, nem arról szól, hogy tudják előadni a dalt. Kőkény Attila a hat sorból négyet tudott megtanulni. Jó, azért hívjanak ők föl, csak mondom, na azért majd hívjon fel a Lajos, hívjon fel a BM-t. Azért kérek elnézést, ha esetleg velem valami történik, vagy velünk, hogy nem maradjunk tüske és hozzá szegfű. Hallgattam na hallgatsz minket, de drága vagy. Érdeklődés hallgatok, és annak örültem, hogy a kicsi falu módszertemény című dal nem a Bugyizón éljének kellett, amikor bejátszottátok, hanem az én volt. Na látod? Látod, hogy tudat alatt már elindult a bocsánatkérdés. A tisztelet miatt volt. Rosszul tudod, eredetileg ezt a Balázs Fateriainek el. Baromira kedvelünk, bármi történik, imádunk, látok, szeretünk, jó? Gondolj arra, neked is van gyereked. Tudom, szóval szegény, elég teher vagyok neki. Nem azt mondom, hogy ettől még felkelt a nap, és hála Istennek semmi olyan nem történt. Kívánok nektek jó utat, érezzétek jól magatokat. Imádunk, szeretünk, jó? De tényleg komolyan mondom. Jó, puszilunk. Okay. Vigyázz magadra. Sziasztok. Galambos Lajos, szia, köszönjük szépen. Ciao, hello. Egy kipipálva. Köszönjük, egy kipipálva. Egy megvan. Erre az évre, meg is vagyunk. Jó. Tessék, egy név még belefér. Amit akar. Bárkit fölhívok, gyerekek. Bárki. Hát figyelj, azt ott a Janinak is van sara. Vagy jó, nem akartam tényleg beszólni Áder Jánosnak. De... ha már itt vagyunk. Gyerekek, ez már egy ilyen adás. Jó? Bali vezekel. Tessék, vezek, amit akar. Jó, mondom. Akit akartok, én most rácsörgök. Ha használjátok, hívjam föl a pápát, fölhívom. Aha. Hívd föl a pápát. Nagyon már elég szíves, hogy szeretne gyárni. Hívd föl a pápát, a kívánságműsorok pápáját, a vágóval szeretném, hogyha kibékülnétek. De tényleg, vagy ha bocsánatot kérnél. Te rohadt szemét. Nem vagyok rohadt szemét. Uh-huh. Igen, ne át, mert nektek volt közös műsorotok, aztán a Jani is megsértette. Nem? Te mondtad a naftalint. Te mondtad, te szemét. Na, azért jó. Is én vittem el a balhét. Jó, akkor jó. Jó, de ezt most neked kell. Figyelj, annyiszor próbáltuk már tőle elnézést kérni. Mm. És sose sikerült? Nem. Jó. Ja, amit mondom, amit akartok. Amit akartok. Na, de most mondtunk. Ja? Te kezded, jó? A pápa lesz, vagy? Nem, vágó. Te kezded. Te mondod. Te kezded. A cserbe hagysz, te szemét. Nem fogjuk felvenni. Nem veszi föl? Nem. Magánszám? Igen, ez az ő magánsz. Hallom, ahogy csöng. Igen. Nem veszi föl. Meghúztuk. Nem, de jó lett volna. Pedig egyébként ő is rajta a listán. Édesem pedig őt is tökre. Abszolút. Hát, figyelj, ha most felvette volna, én... Jó, nem vette fel. Most már nagy a szám. Ha most elvette volna, persze. A rögzítőre is rámondtam volna. Ja, persze. Oké. Na. Még egy név. Ami jön, mondjátok. Jó. Mondjátok. Na, akkor akit még, még nagyon csúnyán. Igen. Nagyon, de szemét ne szúrjatok hátba, ez egy kollektív bocsánat. Nem, nagyon csúnyán rohadékok úgy árultak el. Akit aztán nagyon a sárva döngöltél megtapos. És tudod, miért lesz szemét? Mert nem csak őt, hanem a gyerekét is. Érted? Na, mert elővettél egy olyan momentumot, ami ahhoz a gyönyörű, okos, kedves, aranyos kislányhoz kapcsolódik. Fási Zsülikéhez. Soha. A büdös életben nem bántottam Zsülikét, csak bejátszottuk a Hotel Silvert. Így van. Amit ő énekel. Na. Hát. De ő akkor hallott a stúdión kívül először, és nagyon rosszul esett. Jó, vezekelek. Oké, utolsó adás. Na, Fási Ádám, tessék. Tessék, Fási Ádám, rohadjatok meg.
Már ezt kinek üzentem. Na. Gyerekek, higgyétek el, minden sztár azt mondja, nem engem, a gyerekemet. Persze, persze. Őt is. De most... A vágó sosem mondaná ezt. Ási Ádám. Ó! A mester! Balázs, Morning Show. Jani Feri. Ádám! Szia! Hello! Köszönöm, szeretettel bennet. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó az irány! Jó az irány, jól nyomám! Ádám, mikor zavartunk éppen? Mit csinálsz? Most kávézok pontosan, nemrég kettem. Cukorral, tejjel, hogy iszod? Hogy iszod? Mit vigyek holnap reggel? Ki akar szolgálni? De jó, hogy most nem a retyóval kezdted. Én féltem, hogy a budin ülsz te is, mint a lajcsi. Igen, ez... Ha 10 perc előbb hívszakodik, hogy vagyok. Minden embernek működik a rendszere. Ádám, figyelj ide. Barátom cimborám. Azért hívtunk föl, mert most vezekelnem kell. Vezekelnem kell, mert nagyon sok olyan embert, akit egyébként nagyon kedvelünk, esetleg olyan úton, módon betűni a szánkra, hogy az adott embernek rosszul esett. Mivel mi elmegyünk Afrikába, 9000 kilométer messzi vidék, nem fehér embernek a szó legszorosabb értelmében, nem szeretnénk, ha általunk kedvelt celebekben ez tüske maradna, és azért hívtunk, hogy azt mondjuk neked, ti is, nem így van, minket, sajnos minket is belerántott ebbe a dologba. Tudod, hogy mi nem mi voltunk, hogy ez rajtunk soha nem múlva. Bármit mondtunk, bárhányszor beszéltünk rólad, említettük a Hotel Silvert, téged, a mulató zenét, nem, már nem is tudom, milyen összefüggésben. Szeretünk. És ne haragudj. Mondd ki a szót, hogy... Ugye, én soha nem maradok föl, nyugodtan csak csipkedjetek és verjetek össze szavakkal. Ezen nincs semmi gond. Kislányomat ne bántsátok. Na. Hát Zsülikét nem, egyszer csak bejátszottuk egyszer a Hotel Silvert. Igen. És azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy... Hát, gyerekeinket ne bántsuk. Ez igaz. Tök jó, engem igazán. Lehet. Jó, hát téged meg nem. Szabadon fogunk. Kék nevű magas, kövér, alacsony, minden vagyok, reket. Dehogy is, imádunk téged is. Nincs semmi gond vele, nem... Én nem maradtam a csipkedődnek velem. Őrizd meg bennünket úgy, hogy azért te kedvelsz minket, jó? Miért? Mi javítunk a karmánkon. Tessék? Miért? Mit csináltok? Eltűntök az országból? Ne reménykedj. Ne reménykedj, visszajövünk. Elmegyünk egy hosszabb kiküldetés, és gondoltuk, hogy akkor kicsit most is spontán vezeklünk, és fölhívjuk azon celebjeinket, akiket mi azért itt az évek során kicsit így megmartunk. Jó? És hát te is közte voltál, úgyhogy... Kedvelünk, imádunk. Marjatok, annál jobb a brandépítés. Ezt akkor én fölvettem, és be fogom játszani bármikor, amikor szóba jössz, hogy erre te felhatalmaztál minket. Igen, jó? Nézzem, igaz. Vigyázz magadra, jó? És áldjon meg az Isten meneteket. Áldjon meg a jó viszont, Isten. Viszont. Zsülikét puszíjuk, és csak így tovább. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, csak így tovább, te rohadék. Jó. Na. Még egyet adsz, még egy lehetőséget? Mert hogy van még egy olyan pont az életedben, igen, akit aztán tök érdemtelenül, de teljesen érdemtelenül bántottál meg. Rá kell csörögnünk Sanyira. Milyen Sanyira? Torgel, gyerekek. Küldik a hallgató, gyerekek. Nagyon sok tippet. Mondom, igen, neked érdemtelenül, mert tényleg nagyon jó, igen, a csávó, nagyon őszinte, manír nélküli, jó énekelő. Igen? Nem tudom, kire gondolsz. Annyi mindenki volt. Berecki Zoltán. 6 perc van pontosan, 9 óra, 3-as ugrás, játsszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Na kösz szépen. Azért mindennek van határa. Na mindennek van határa. Nem. Azt vállalom. Igen. Azt nem. Akkor inkább levás volt, csak őszinteség. A gyerekek, minden szavát vegyétek komolyan. Építő jellegű kritika. Most levágom a balkaromat, megeszem. Mint egy átharapom szájjal az összes telefonzsinót, hogy felhívjam a Bereckit, elnézést kérni tőle. Nem. Inkább beleülnök a kagylóba. Azt mondtad, hogy mindenki. Ez igaz. Hazudtam. Mindenkire sajnos nincs ide. Jaj, gyerekek. Ó, ennyi név. De komolyan mondom, ennyi név. De tényleg. Meglepő. El is felejtettem. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Nóra! Hello, Nóra! Sziasztok! Hello! Ne sírjál, Nóra! Nem sírok, csak izgulok nagyon. Izgulsz, de drága vagy. Mit csinálsz, hogy hol vagy? Retyó? Hát, most te is a budin, mint a Lajos? Nem, te is a budin vagy, mint a Lajos? Nem. Mit csinál? Most kávéztam.
Aha, kávéztál. Meg otthon vagyok, igen. Uh-huh. Kávéztál, otthon vagy és kávéztál. Jó van, mit dolgozol egyébként? Hát egy autó belsők, egy gyártójárban vagyok. Ilyen összeszerelő. Összeszerelő vagy. Jól van, Nóra, ne izgulj, segítünk. Van valaki, aki segít, vagy ilyen kis magányosan? Hát most tök egyedül vagyok itthon. Egyedül vagy, nem egy könnyű élethelyzet. Jól van, Jani, milyenek a kérdések? Hát nehezek. Azt már szeretem. Te kemény panaszkodtál. Kicsit bekeményítettél? Egy picit keményebb azért. Na. Figyelj, megoldjuk, jó? Figyelj, jó. Nóra. Így szól az első kérdés dedikált Klassz FM-es Morning Show-s nyakbaakasztóért. Ki a felnőtt magyar labdarúgó válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya? Ezt most cserélték, nem? Bizony, jó, ügyes jó. Vagy. Nagyon jó. Igen. Egykori kiváló labdarúgóról van szó. Dárdai Pál. Így van, pontosan. A Hertha ikonjáról. Tök jó vagy. Igen, menjünk tovább. Hallgatok rádiót, igen. Menjünk. Dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Melyik magyar várostroma alatt hunyt el első Szulejmán török szultán? Most tényleg hergeled a Szulejmán nézőket? Ezt mindenkinek tudnia kell, hiszen az ország egyik legnépszerűbb, sőt a legnépszerűbb sorozatáról van szó. Amiért mindenre képesek a hallgatók. Ők fognak megkéselni itt az aluljáróban, akik most gyűjtenek aláírást, hogy ne adják a Szulejmánt. Na? Ezt a sorozatot pont nem nézem. Na, ne mondd már, hát te tudja. Vagy az egyetlen kivétel. Tudja a végét, minek nézze. Na? Szigetvár. Így van! Így is van. Ez igen. A harmadik nehéz. Úgy, milyen típusú? Hát ilyen filmsztáros, de nem könnyű, meg is állhatsz akár, és akkor elviszed a fixed. Filmsztáros. Nem tudom, hát a tegnapira tudtam volna a választ, a harmadik. Akkor ez is megy. Ez egy nehéz kérdés, állj meg. Nehéz. De hallgass ránk, mert tegnap ugye mondtuk, hogy álljon meg, nem állt meg. De ahogy most játszik a játékosunk, hát ez a két kérdés, akkor a harmadik nem lehet nehéz. Régebbi filmsztár. Hát akkor megállok. Megállsz, ez a beszéd. Ez a beszéd. Megvan a dedikált nyakba, az akasztó és egér alátét, jó? Jó. Azért az óra. Morning show óra. Igen. Én még visszacsinálnám. Elküldjük ezt neked, megvan, ügyes vagy, jó? Jobb, hogy megálltál. Jó van, jó. Nóra, vigyázz magadra. Ti is. Ciao. Sok szerencsét Afrikához. Köszi. Drága vagy, köszönjük. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Zámbó Krisztián, mikor képernyőn volt, kapott rendesen. Hívjátok a fásítőt, hívtuk. Hát, Bereckit hívjátok, az biztos örülne. Hülyék, szétrőgöm az agyam. Damut hívjátok fel, hívjátok Kozsót. Gyerekek, ha nem hívjátok föl, Torgeles Annyit, puhák vagytok. Hívjátok a Várkonyi Attilát. Tényleg, DJ Dominik. DJ Dominik, de hülye vagyok. Igen. Hívjátok föl Boros Lajos, rengeteget kapott egyébként. Beszéljetek a Hunyberre. Ez igaz, de honnan tudjátok? Igen. Trütkót is hívjátok. Gyerekek, nagyon sok név van. Bizony, nagyon sok név. Sajnos Krisztián nem tudjuk felhívni, mert folyamatosan foglalt. Nagyon sokan kérnek tőle elnézést. Zámbó Krisztiántól? 9 után még lehet, hogy rácsérgünk valakire. 1 perc múlva 9 óra jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 16 óra, gyerekek, 9 óra múlt 13 perccel. Hát itt elképesztő, hogy mi van. Itt vagyunk. Hello, Jani, hello, Feri. Hello. Jó reggelt. Az utolsó adásunk ugye tulajdonképpen Magyarországról, aztán elindul dél-afrikai küldetésünk, és hát 7-8 héten keresztül Dél-Afrikából jelentkezik majd a Morning Show. Ma búcsúzunk, holnap után Best of, és hétfőn újra reméljük mindenki megérkezik kiegészülve egymással. Dél-afrikai stúdiónkból jelentkezünk hosszú-hosszú heteken keresztül.
És nagyon szép gesztus volt tőled az előbbi bocsánat kérés. Tényleg. Tőlem? Tőletek, szemetek, nem csak tőlem. Én a pokolt üzérégeket így megbementek. Végre felébredt a lelkiismereted. Ennyi embert megbántani, jogtalanul. Azt mondja, hogy Nagyvázsony belterületi trafi van, a Veszprém felül érkezőket Méri Geri a kenyeres küldte nekünk. Trafi az M6-os Bátaszéki lejárójánál, elbújtak a híd alá. Mindenki vigyázzon. Mérnek Nagyvázsonynál a Veszprém felől érkezőket. Igen, ezt az előbb mondtam. M6-os 42-es kilométerénél fotóznak. Lassú a haladás a Lánymányos hídra, a Szerémi út totálisan beállt. Ha valaki a Petőfit fele szeretne menni, egy kicsit egyszerűbb, kerüljetek arra. De ráadásul a Lánymányos híd lábánál a Budafokiról se lehet feljutni a Lágymenyes hídra, mert ott meg baleset van. Úgyhogy a Lágymenyes híd elesett a budai oldalon, nagyon-nagyon nehéz ott feljutni. Rengeteg drukkoló SMS, csak egy-kettő szemezget, a gyerekek, hallgatunk benneteket, hétfő mérföldkő lesz, drukkolunk, vigyázzatok magatokra. Dél-Afrika király, meg fogtok lepődni, imádni fogjátok, 5 évet éltem ott, jó utat, vigyázzatok magatokra, ha kérdésetek van, keressetek, írja Ildi. Köszönjük. Legyen nálatok a tajkártyátok, ott vagyok, segítek, Mentős Laci. Nagyon drukkolunk, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, hétfő reggel 6 órakor várjuk az adást Dél-Afrikából. Hajrá, gyerekek! Azt mondja, hogy micsoda, elkevertem. Hajrá, gyerekek! Jani, ne ragadj Münchenben! Vigyázzunk, vigyázzunk egymásra, nem ragadott. Nem ragadott. Na, jó. Oké, egy név még. Egy utolsó. Belejöttem. Nem tetszik, hogy, nem tetszik, hogy az egész arra kanyarodott, hogy hárman bocsánatot kérjük, hogy én kérek bocsánatot. Nem, mi is itt vagyunk. Cinkosan összekacsintotok azzal, akit éppen hívunk. Nem tetszik ez az irány. Tehát hát úgy indultunk, hogy... Most csináljuk azt, hogy akkor te, és akkor majd a következő afrikai útnál meg majd én, utána meg majd a én is. Jó? Ki legyen? Hívjuk a Kozsót? Nagyon sokat bántottunk. Kozsó? Kozsó vagy a Torgella, tessék. Nagyon jó. Sanyi? Nagyon. Hát Sanyira mindenképpen rá kell csörögnünk. Nála többet szerintem senki nem kapott ebben a műsorban. Jó, ránk fogja tenni a telefon. Jogosan. Hát vagy nézd, de legalább megpróbáltuk. Ránk fogja tenni a telefon. Hát de értem, most jó, nyulak gyerek. Vagyunk, hogy nem. Dehogy, de senki. Gyerekek, ez megy ilyen. Szóljatok a Sanyinak, hogy keressük élőadásra. Ha valaki rokona. Igen, ez magánszám, nem tudom, hogy felveszed, de ha valaki küld rá egy SMS-t, hogy mi keressük. Valaki most ott áll mellette a hetesen. Kopogtassa meg a vállát. Na, Torgellit hívjuk. De ő is megérdemel egy... Azt. Így van. Ezért utálom, hogy magánszámot jelzünk ki egyébként. Bizony. Lehet, hogy már melegít. Hát vagy tudja, ne, hogy... Ne fokozz. Hát labdarúgó, mit csinálna? Jó, ezen nem sértődik meg. Vagy tudja, hogy mi keressük. Figyeljetek, ha valaki hallgat most minket, aki ismeri a Sanyit, dobja már rá egy SMS-t, hogy mi keressük magánszámra, hogy vegye már föl nekünk, tudja a témát, csak hogy helyesen bocsánatot akarunk kérni, ne haragudja, stb. De írjon már rá valaki, aki hallgat minket, és ismeri a Sanyit, hogy mi vagyunk azok, akik most magánszámról hívjuk, jó? Hogy vegye föl nyugodtan, nyilván, ha tud beszélni, és edzésem van éppen, vagy nem tudom. Jó? Valaki tegye már meg, hogy dobas adjira egy SMS-t, hogy mi hívjuk. Van postája? Kivettük? Aha. Kivettük. Jó. Érted. Valaki kiabálja már be a pályára. Sanyi! Vedd fel! Nem. Ne! A telefon! Na, ezért megint bocsátott kérdezni. Tessék, DJ Dominik vagy Kozsó? Dominik? Kozsó. Te mit tudod, Dominikot mondod? Mind a kettőt. Nem akarok. Még itt a Bodzoli is hozott egy csomó minden állatot, meg itt a Beni közben. Gyorsan. Kozsó úgy is tudja, hogy igazából szeretjük, tiszteljük, becsüljük, és Dominik. És néha igazat is mondunk. DJ Dominik? Dominik. Jó, legyen akkor. Mit mondtunk rá, gyerekek? Mondjad, kicsim. Hoztál egy sáskát? Kérj bocsánatot anyútól is. Itt a Beni is közben. Várjatok. De itt a Beni közben, mert a Bodzoli hozott egy csomó állatot, a Beni meg bejött megnézni ezeket az állatokat. Na. Hogy jött be? Apu. Jó, vagy fia, most valaki jöjjön tárcsázni, gyerekek. Ha most beszélünk a Várkonyival, akkor mondjuk meg neki, hogy a nevünkben kérjen bocsánatot a gondolatot, és akkor egy kis talatkerintézik. Na, DJ Dominik utoljára. Oké. Jó. Gyere, Manó, mutasd! Manó, gyere ide, mutasd! Mit hoztál? Pók. Nem kicsi. Jó. Azt. Né, adod a Lacinak a kezébe. A Bodzoli odaadott egy pókot a gyerekem? Oda, és... Te normális vagy? Igen, Várkonyi Attila. Mi DJ Dominiket keresjük, akkor bocsánat.
Én lennék, pont ugyanaz. Na, Balázs Morning Show, hello! Szevasztok, jó reggelt! Itt a Jani, itt a Feri is, csáó! Miért így? Miért? De hogy miért mondtam el azonnal? Egyszer bocsánatot akarunk kérni, de azt is úgy, hogy közben. Drága Attila, figyelj ide, nem gondolom, hogy minket hallgatsz, szerintem van jobb dolgod, de hogy mi elutazunk Dél-Afrikába, bocsánat, élőadásban, vagy nem is mondtam, csak így rátörünk hirtelen. Szevasztok, hello. Bocs, hogy nem mondtam, élőadásban vagy. Mielőtt valami kicsutod, hát profi vagy, úgyhogy nem fog. És felhívunk egy-két hírességet, nem mondom, hogy celebet, mert a sokan bántónak érzik, te sem vagy az, akiket mi azért az utóbbi pár évben egy kicsit megmartunk, megcsíptünk, emlegettük őket, és hát te is közte vagy. És azért hívtunk téged föl, hogy ne adj Isten, esetleg bármi történne valunk, odakint messzi világba megyünk, Zordvidék az, hogy bocsánatot kérünk tőled is. És úgy gondolj ránk vissza, hogy azért ezek jó srácok voltak. Megtették, amit megkövetelt vagy a haza. Vagy hát nem voltak jók, de legalább utána bocsánatot kértek. De srácok. Igen, de srácok. De srácok, igen, de srácok. Legalább bocsánatot kértek. És rengetegen küldték a te nevedet is, hogy igenis tőled is. Mert hogy a hallgatói küldik nekünk a neveket, akiket ugye mi hívjunk föl, és te is közte voltál. És ezen felül picit tartunk attól, hogy esetleg Afrikában megtűz minket a nap, és hogyha esetleg a kobakkendő szállítódnak a címét. Nem, hogy érted, javítok a helyzeten, dolgozom rajta, erre bevered a kobakkendőt. Attila, veszi a lapot, nem kell tőle tartani. Hogy elfogadod ezt tőlük, mit mondasz rá, ránk vágod a telefont, mit mondasz rá? De hogy vágom rátok a telefont, egyáltalán nem. Egyébként én szoktam hallgatni néha a műsorotokat. Ma is volt egy fél óra, amikor emlékeztetek a 70-es, 80-as évek ebédjére. Igen, hogy mit hallgattak a szüleink a konyhában, igen. Igen. A szívem egy vándor cigány és társai, úgyhogy abszolút. Rálad a kezdben, mi? Na jó, akkor rád is úgy gondolhatunk vissza, hogy de jó már őse. De jó már... Én, már ez én még nem volt. Én akkoriban, nem, már őse, de akkoriban se igazán. Tehát amikor szóba kerültem, és emlékszel arra a kis tortás kendős jelenetre, én azt komolyan gondoltam, hogy... Tortás kendő, segíts, mit meg... kaptunk ajándékot. Tudom, küldtél, és én mondtam rá valami rosszat? A születést? Nem, akkor nem. Ja tényleg, te küldtél? Akkor nem. Tényleg, de helyes volt, tehát te küldtél a születésnapunkra ajándékot, tortát, kobakkendőt, egy csomó mindent. De Balázs igen, nem beszertes. Mindenki kapott névre szóló kobakkendőt. Bizonyán, meg is van, azzal alszunk. Én még emlékszem, mondtam is, hogy milyen jó arc vagy, hogy azért téged megmartunk, de veszed a lapot, és egyébként közben még ajándékot is küldesz. Milyen jó lenne, ha a hazánk kicsiny, sokszor kissé száraz, humortalan celebvilága egyébként így működne, mint Amerikában, hogy mindenki veszi a lapot, visszaszól, röhög egyet, és nem ilyen vérig tartó, ilyen hülyes sértődés és van azt mindenből. Is mondta, hogy Jézusom, puncs utálom. Igen, és szétkentem az ablakon. Így van. Na jól van, szóval... Miért nem csokit küldtél? Igen, szóval kedvelünk, szeretünk, jó? Csak ezt akartuk elmondani. Köszönöm szépen, nagyon vigyázzatok, tudom, hogy mentek Afrikába, úgyhogy óvatosan mindennel ne egyetek meg bármit. Igen. Nem európai gyomornak való az, igen. Köszönjük, drága vagy, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, szevasztok, nagyon jó. Köszönjük, DJ Dominik, Várkonyi Attila, köszi, ciao, hello. Nagy kobak, a kalappal, bocsánat. Hagyd abba, tényleg hagyd abba. Jaj, Istenem. Na mi, megpróbáld még egyszer a Torgellét? Hát, ha szóltak neki? Persze, meg hát, ha szóltak neki, és akkor Kozsot itt féljük. Na jó, hát az... Hajdú is jelzett, hogy várja a hívást, mert bemondaná a következő frizbi. Most műtötték a lábát, most nem érve. Tényleg? Igen, és annyira jó volt a Peti, csak azért, hogy így nehogy megsértődjön, hogy azt mondta, hogy őt nem lehet fotózni a kórházi ágyon, csak a gipszelt lábát. Hogy kimaradt egy sztori címlap most? Nem, most kértünk bocsánatot, ne kezdjünk el meg, hogy most kit hívunk? Sanyi. Tőle nem kértünk bocsánatot. Sanyit még egyszer? Igen, jó. Hát ha szóltak neki. Nem, gyerekek, nem veszi fel. Jó. Na mindegy, hát. Ja. Valaki majd mondja meg a Nemzeti Sportszerkesztőségéből. Gyerekek, miért írjátok ennyien a Kozsót? Ezt most komolyan nem értem, én nem bántottam. Aha. Hát ki? Hát. Sok SMS-t kaptunk. Igen. Jó, utolsó. Sok SMS-t kaptunk. Ugyanarról a számról. Most azt hívjuk. De mi, hogy zed ki, és így letérdelteti Lady Gagát, és bepereli, és Lady Gaga rettek, ha meghallja ezt a nevet Amerikában, hogy zed ki ezek? Hát ez nem bántó, hát ebben semmi nincs. De akkor zed kitől kell elnézést kérni, nem Kozsótól. Mi kérjük meg, hogy Kozsót adja zed ki. Így van. Skizofré. Tessék, ő is picit skizoid, de az, hogy paranoid skizoid. Halló.
Halló, jó reggelt, mi a Kozsót keressük, nem tudom, jó helyen vagyok-e. Szia, Kozsó vagyok, hello. Kozsó, nem ismertem meg a hangodat, hello. Hát mert most mutálok, tudod. Ja, azt hittem, hogy nem ettél elég rosszat, és te is a budim lesz is kicsit. Kozsó! Na, a nevetés, jó. A nevetés a régi. Kozsó! Jó van. Hello, Kozsó! Szia! Élőadás vagyok, mit csinálsz éppen? Hát most befejeztem a reggeli biciklis edzésemet, kint voltam a Dunaparton, tekertem. Ja, de semmi, csak. Figyelj, Kozsó, figyelj, drága Kozsó. Nagyon sok mindenkit fölhívtunk, és a te nevedet is küldik folyamatosan, hogy még tőled is, mielőtt mi elbúcsúzunk, és áttesszük székhelyünket majdnem két hónapra Dél-Afrikába, hogy még tőled is utoljára. Elnézést kérjünk, hogy bocsánatot kérjünk, és elmondjuk, hogy mi azért itt a Morning Show-ban téged is nagyon kedvelünk. Ha bármi olyan elhangzott veled, vagy partnereddel, Zetkivel kapcsolatban, bármi olyan, ami sértő volt, dehonestáló, bántó, akkor azt kell mondjuk, hogyha itt lennél most, nagyon megszorongatnánk, és téged is nagyon kedvelünk, és ne haragudj ezért. Tényleg? Halló? Ez megint valami. Nem, semmi, az ég egyadt a világon, és ha beszél Zetkivel, neki is mondd meg mindenképpen, hogy ugyanezt gondoljuk róla. Én nem haragszok egyébként. Van egy jó stílus, amit felvetetek, ami tökéletesen működik nektek. Egyébként, úgyhogy ez ennyi. Tehát Amerikában erre külön műfajok rendetkeznek. No, végre valaki a kedvencemet mondja. Sajnos még nem jártunk arra Zetkivel. Utálok Amerikával példálózni. Azért természetesen, hogy méltassák is azt, akit egyébként egy kicsit kicikiznek, de ez a világ legtermészetesebb dolga. Egyébként én is, mindegy. Én nem szoktam megbántani embereket, de amikor a ti csináljátok, azt néha valóban bántóan csináljátok. De egyébként meg ettől jó. Hú, nagyon fura a hangod, veszed a beszélgetés? Rögzíted? Kicsit olyan, mint a... Igen, mint abban a szólna a rádió egyszer, igen. Nem veszem a beszélgetést. Kéne, hogy vegyem. Olyan, hogy jobb, hogy most tök őszintén hívunk végig mindenkit. Megtudom különben, hogy mentek ki. Afrikában én is voltam kint jó néhány évvel ezelőtt, pont a dél-afrikai részen, ott szálltunk le, és csodálatos. Úgyhogy kemény lesz, az biztos. Kemény lesz. Nem nektek, hanem a versenyzők. Hát nekik még keményebb, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így gondoltatok rám. Igazándiból még mindig nem értem a lényegét. De... Ne vicc, nem is kell. Ez már olyan reggel, hogy ma a gyerekek, itt senki nem ért semmit, mi se, de hogy kedvelünk, szeretünk és puszilunk. Igen. Jó? Nagyon szépen köszönöm, és én is ölellek és puszilok benneteket, a lelkem rózsakertje most fölvirágzott. Ez vagy te igazából, így van. És ráadásul úgy gondolja, hogy nincs is miért bocsánatot kérünk, úgyhogy sztorna. Felejtsd el az egészet, dehogy is. Kozsó, imádunk, jó? Vigyázz magadra, és add át Zetkinek is, add át, hogy őt is. Jó, csáó! Kozsó, hello! Ez az, látod, milyen rendes volt. Tisztán állok az úr szín előtt. Tisztán még nem. Letettem a karvámat, Tisztán még nem, mondom, mert tudom, ugye még... egyrészt a Torgellás, annyi, hát ő már föl se vesz. Így van. És hát a... Hát vannak gyerekek. Még néhányan, de sajnos legtöbbüket nem tudjuk hívni, mert egyrészt idő hiányában, másrészt, hogy Attist is akartuk hívni, de megint elrabolták az UFO. De hagyd abba, kérlek, hagyd abba, nem akarok újabb karbát felvenni ezzel. Gyerekek, zajlanak az események, közben megérkezett hozzánk, ami drága állatbefogunk, sünvadászunk, aligátorteknős elkapunk, ékszerteknős megfogunk, a gyilkos krokodilok levadászója, az aligátorteknősök befogója, a magyar háziasszonyok szentje, az eltűnt állatok megkeresője, befogója, itt van velünk Bodzoli, hello Zoli, jó reggelt! Gyerekek, ez az Zoli egy rendes ember, 3 hete kampányolok egy sünért, erre a 9 óra után megérkezett, és elhozta azt, amit nekem ma oda kell adnom a gyerekemnek, a sünt. Igen, itt van a kezembe. Olyan helyes vagy. Afrikai törpesüni. És látod, még afrikai is. És vagy albino is. Vagy albino, ugye, vagy dühkoros, mert nem, vérben albino, úszik mindkét szene. Látta a Beni? Ő még nem látta. Beni! Ide gyere apáthoz! Jaj, leesett a sűn. Ez jó, hogy nem látta a gyerek, hogy a sűn egy olyan 1 méter zuhan. Kiugrott a kezemből. Szegény. Hol a Beni?
De ne hagyja a sáskák, gyere kicsit rá van rólam. Nem, ha utána összefogjuk az is. Igen. Csak Benny, skorpiokkal játszik. Benny, gyere, Manu, mutatok valamit. Csak mondom az előbb az óriás pókkal a kezébe. Igen. Nem hiszed, a gyerek, ne haragudj ezért, Zoli, kintotta a sáskákat. A sáskák elszabadultak, elugráltak, most megfogott kettőt, és nem akar bejönni, mert ő sáskára van rágyógyulva, de nem tudja, itt van mentés sűrni, most kettő a dobozban. Hány sáskát hoztál? Hármat. Nagyon jó. Vagy négyet, ötöt, nem tudom pontosan. Nagyon jó. Fia, a sáskát is oda tudod adni a Benninek? Hát most már tietek is itt van az összes. Ezek milyen sáskák? Afrika óriás sáskák. Jó. Ebből a szögből nem látjátok, hogy több doboz is nyitva van. Oda néz, Manó! Vigyed! Na? Mi ez? Gyere, itt a sinike, gyere! Na, mit szólt? Tehát ki a kezedet, Benny? Figyeld! Nem harap, simogasd meg, oda tudod tenni az orrához, és tudod, akkorát harapnánk. Mit szólsz, Manó? Tudod, hogy hívják őt? Tudod, hogy ő hívják? Ludmilla. Ő egy nőstény kis süni, afrikai süni, és nagyon szelid, és ő most azért jött, hogy hazamenjen veled. Na, mit szólsz, Manó? És ott fog látni nálatok, igen. Betegyük a kalitkába? Igen. Jó, ebbe viszitek haza. És Zoli mondta, hogy ez a... És a sáskák már nem is kell elejjel. Igen. Jó, jó üzleti érzékem. Na gyere, tegyük a kezedbe ezt a sűrűt. Fogja, jó? Manó. Nyugodtan megfoghatod, nyugodtan meg. Próbáld megfogni, jó? Figyelj, Manó. Barátságos. Tessék, mondjad. Szúr. Hát Manókám, te szerettél volna sünnit, igen, hát az ilyen, nem tehát, hogy a holeopárd az nem szúr, ugye, de te sünnit szerettél volna. Igen, viszont elviszi a mamát. Viszont apádra rá fog marni majd ott a dzsungelbe. Nem harap. Nem harap. De hogy harap, te tudod, te úgy, nézd meg. Na milyen aranyos? Ott van nálad, látod? Kicsit szúr. Hát kicsit szúr. Tüskéje van a sünninek, azért van tüskéje. Figyelj, Manó. Figyelj, büdös, nem mondj melyet a gyerekem. Hogy lenne, hogy büdös egy. Hogy lenne büdös, hát a süni. Egzotikus illata van. Na mit szólsz, Manó, tetszik? De cuki. Tegyük bele. Figyelj, Manó, és ez a te sünid. Ez a te sünid lesz. Hol fog lakni? Hm? Hova viszed majd? A lakásba. Jó. Igen. Látod, milyen okos? 5 éves. Az hát egy. Éppen, hol lakna? Hol lakna? De hülye vagy, fatár, a lakásba. Betegyük a ketrecbe, Manó? Várjál, várjál. Van neki egy ilyen alvórongya, azt is betesszük. Ez még gyerekkorából van. Ez a, igen, hát ez a, tudod, az unja, az a kis pelenka, amit szoktak szorongatni, kisüni kis. Jól nézd meg, mert apádat nem fogod látni 6 hétig. Cserébe viszont őt, igen. Jó, adunk neki nevet, Manó, hogy hívjuk majd, mi legyen a neve? Hello, Milla, nehogy átkerül. Micsoda? Mi legyen? Sáskafej. Sáskafej. Tökéletes évesüninek gyereke. De ugyes vagy, Benny. Nagyon jó. Oda nézd, Manó, ott van egy másik valami. Az micsoda? Zoli, az mi? Egy párduc kaméleon. Na most ilyen gyerekek, ez piros, fehér, zöld. Ez, nem, ez, ez rendes, ez nemzeti kaméleon. Még 4-5 dolgot elővesz, egy állatkert lesz nálatok. Na mit szólsz, Manó? Aha. Ő változtatja a színét? Változtatja a színét. Azért van nyitva a szája. Igen, mert egy kicsit meg van most ijedve, amúgy nagyon szelid, ő is nagyon békés. Jó, bocs, hogy a gyerekem diktál neked, 5 éves, hát tudod nálunk ezt. Nem tudom oda letenni. Jó, gyere, leteszem akkor. Csak mondom, hogy a sáska közben kint van. Jaj, aha, igen. Egy picit tedd vissza, hogy... Várjál, óvatosan így, mert megijed. Figyelj, megijed, Feri, mert ez nálad már kedden, hogy itt fél tőled. Ráraboljon valamelyikünk szemére. Na, hogy tetszik neked? Hogy tetszik? Segítesz fogni nekem az ágat? Ez mi, ez egy színváltoztatós kaméleon? Vagy figyelj, tudod, sokkal jobban tudok. Fogod az ágat, én ráteszem a kis kezemre, most egy kicsit ideges, mert elővettem a dobozba, meg szegény... Meg Laci belerugott a dobozba. Hát igen, a szerkesztő Laci belerugott a dobozba, azt hitte, hogy üres doboz, szegény. Mozog a takaró, igen, ilyen takarót kell áttenni a sünire, ebben alszik, jó, Manó? Te Zoli, a sáska, az megeszi a sünt, vagy a sün a sáska? Nem, a süni megeszi a sáskát, jó, meg csak a kapja, jaj, opsz. Szegény állatok. Benny, addig jó, amíg mozog az a takaró, jó? Amikor nem mozog, nagyon gyorsan szóljál majd mamának, jó? A Benny, melyik tetszik jobban, a kaméleon? Mit viszel? Melyiket vigyük haza, Manó? Őt viszük haza? Sünit vigyük haza? Őt viszitek haza. Mi van, hozzád költözik a Benny erre a 6 hétre? Hát most már... Vagy te jössz hozzá, Zoli. Figyelj, Manó. De a szobádba vagy hova akarod rakni? Mi hol tartsuk? Lent vagy? A szobádba tegyük? Igen? Jó van. Mi a széfkódja, Benny? Jön meg, hogy ilyen vagy, Jani, nyugodtan. De tudod, mit teszik a süni? Tudod, mit fogsz neki enni adni? Mit adsz neki enni, Manó? Hm? Azt a sáskát, ami a zsebében van. Mit adjunk neki enni? Mit szerezzünk neki ma? Hm? Na most már elszoktak a sáskák itt a stúdióba, úgyhogy azokat nem tudja hazavinni. Egyék meg a sáskákat. Oh. Ne legyél ilyen. Adjunk neki almát. Hm, Manó? Veszünk neki almát? Jó. Figyelj, mennyit bír egy... Óriás csimadugó volt. Igen, ez jó. Óriás csimadugó. Figyelj, mit teszik egy ilyen süni, Zoli? Mit adjunk majd neki? 6 hét itt élek kutyatápot? Igen, főleg jó minőségű kutyatápokat. Tényleg ezeket a prémium minőségű kutyatápokat szeretik, illetve ritkán adhatok neki gyümölcsöt is. Meg hát ugye, mivel a süni ragadozó, főleg lárvákat teszik, tehát ezek a gyászbogállárvák, sáskák,
Hát az, azokat is lehet neki adni, meg hát friss víz mindig legyen előtte. Szerencsére, ez a vízre hárul ezek bizony. Gyászbogának hívják őket, már tudjuk a sorsukat. Mondjad, Manu, mit lát? Mozog. Hát, mozog? Hát most még igen. Egy hét múlva már nem fog. Na, van belőle több? Nekem. Van belőle több? Van de nekem hogy? Több, igen, van nekem több süni. Hogy csak azért a pótolni kell. Ugyanekkor a méretben is van? Ez természetes szín vagy hipó? Rosszul lett kimosva, nem kimosta aztán. Nem, ő igazából albínó. Albino süni, nagyon-nagyon jó fej, tehát ő tényleg szereti is az embereket, mert itt szoktam vinni több rendezvényre, és általában bírja, elég jó bírja, tehát 6-7 órát simogatják, tudod, az élsüminél az, tehát 6-7 órát én nem bírom. Manálatom, hogy belepusztul. Igen, tehát ő elég jó bírja, és azért is mertem így behozni, mert tudtam, hogy ő aztán... Tehát nagyon nagy dolognak kell hozzá történnie. Bocsánat, gyerekem, sem igaz. Nagyon nagy dolognak kell hozzá történnie, hogy ez valamit csináljon. Figyelj, Manu, beszélj meg, hogy mi legyen a neve. Fontos, mert most kell neki nevet adni, mert utána délután már arra hallgat, ha elmegy. Hm? Milyen nevet adjunk neki, vagy mi legyen a neve? Sáska? Apasün. Apasün? Apasün legyen. Mondjad. Sugyen? Semmit nem mondok. Semmit nem mondasz. Jól van, kicsim, figyelj. Ez van neve már amúgy. Hát de mi? Ludmilla? Ludmilla a neve. De hogy lehet egy sünnek Ludmilla? Ah, pont milyen neve van? Te adtad, Zoli? Gyerek az... Én. Volt Zoli, a gyerek megint kígért egy sáskát. Már kettő. Nagyon nagy. Igen, óvatosan. Gyerekek, kicsit szétfolyunk, de meg vagyunk. Feri, ezeket egyébként te tanulmányozd, mert hogy ezekből te fogsz ott kint kaját nagyon csinálni. Nagyon finom, csak mondom. Én már ettem. Tegnap ettem, tegnap megkóstoltam nagyon én is. Nagyon finom, ez úgy rendezvényen, működik. Úgy működik a dolog. Pontosan ezen a rendezvényen megkóstoltam én is, soha az életemben. Bedobod a fagyasztóba, akkor ő el a kábul, és már mehet is a forró lába kis fűszerrel. Akkor már mindenkinek van játék. A gyerek sünizik, az Oli kameleonozik. Feri, a sáskák elkészítésére agyam. De szerintem itt a stúdióban is kameleonozni fognak, meg a maradék sáskákat kergetni, amit nem vagytok itt. Kettő van valahol. A kameleon az egyszerűen lenyűgöző. Ő nagyon szép, tehát ő tényleg a büszkeségem, tehát ő egy himpárdus kaméleon, és ő tényleg gyönyörű, tehát az egyszerűen, tehát a természet remek műve, ez a párdus kaméleon, nagyon, nekem nagyon, nagyon kedvencem. És mire változik a színe? Hova kell tenni? Tehát csíkos háttér előtt, be csíkos? Hát azért annyira nem, de tudja, tehát ez főleg ugye az idegállapotától is, tehát hogyha ideges, akkor egy kicsit élénkebb színei vannak. Aha. Tehát este, amikor elalszik, akkor azért kivilágosodik teljesen. Egy 20 centiről ki tudna enni a számból egy szem zabot? Hát körülbelül igen, próbáljuk ki, vedd be a sáskát a számból, próbáljuk ki. A nagyokat le is vadásznál? Persze, azokat eszi, 3-4 darabot naponta. Figyelj, Zoli, tök komolyan, ez most örökbe mondhatom a gyereknek, odaadod? Igen, mert ezért mondom, kérdezek. Igen, a gyerek elvitte a kedvencet, csak hát most már ott igen, ha most visszakérdez, ez kéztelen állam. Vegyétek meg, ezért le fogja ejteni. Amúgy is. Na, figyelj, most egy pillanatra váltsunk komolyra. Lehet ott tényleg mit a fekete özvegyre számítani? Ugye kaptunk a hallgatóinktól, ami drága hallgatóink, küldtek nekünk levelet, és mindenki leírt, hogy az első az, hogy cipő megkopogtat, sarok kijött, stb. Ez alap? Főleg a skorpiók miatt. Tehát főleg a skorpiók miatt. Mert hogy mi lesz, hogy kinalszunk majd a dzsungelbe, amikor ugye mások ott forgatunk reggel. Szeretettel másznak bele az cipőkbe, mindenféle csomagokba, ruhák közé belebújkálnak, főleg éjszaka mászkálnak, tehát azért azt mindenféleképpen, tehát hálózsákok meg ilyeneket azért át kell nézni. Hát ugye, hát a Páko megmondta, hogy mire számíthattok. A gyerekre szerintem szépen. Páko megmondta, mit mondta Páko. Mindent fogtok hallni. Azt ennyi. És ha valaki tudja, akkor az ő. Igen, tehát ő ebben mester, úgyhogy ha onnan jött, úgyhogy tehát ő tudja. Hát igazándiból azért pár mérges kígyó lesz ott kint. De hát mondjuk pár másodpercesek is vannak, de úgyhogy azért nem kell aggódni. Nincs nagyon időnk átmenni a másikra szólni. Nem lesz semmiféle fájdalom. Egy fekete özvegy után mennyi idő van? Tehát azt mondom a Janinak, hogy hát az Jani, adj egy kis fenisztírt, megcsipet, van még időm elmondani, hogy adjon fenisztírt. A hang se ír oda szerintem, mire megmerevedsz. Ennyi, tényleg? Hát mondjuk feketőzegyót nem fogtok találkozni, de vannak durva pókok is, meg skorpiók is kint, azért arra azért tényleg vigyázzatok. Meg az éhező bunyós pityú. Az meg a másik, hogy ő 3 nap után egy tár ízű. Megcsipte, nem csak éhes. Nézd a kamélon, még őnek is van véleménye. Figyelj, megy a mikrofonhoz, kiszúrta a mikrofont. Figyelj, gyerekek, egy piros, zöld, gyönyörű szép kamélon üldögél egy fágon, amit Zoli egyébként 20 perce mozdulatlanul tart a kezében, nem is értem. A kamélon elindult a Zolihoz, közben forgatja a szemét, és át tud menni sárgába, át tud menni zöldbe. Hát azért zöldbe igen, át tud menni, azért citromsárgába nem annyira tud átmenni, de hát szerintem így is teljesen.
tehát ezek a párduc kamélonok a legélénkebb színű kamélonok, és a leggyönyörű. Úgy, hogy ő Madagaszkáron él, de ez egyszerűen tényleg gyönyörű. Tehát ő rá vagyok a legbüszkébb. Tehát nekem több kamélonom van, hál' Istennek most volt egy sikeres párzás is. Tehát ő... Jaj, de jó! Igen? Ez nagyon... De beszéljük újra a kamélonról. Nem nekem! Hagyjuk, Zoli! Hát mi annak örültünk ennyire? Százszor elmondtam már, hogy adásban, hogy hagyjuk a magánéletedet. Oké, jó, büszke vagy meg minden. Tényleg mi is örülünk veled együtt, hiszen... Van lelkünk. Jó, na, mi van? Kígyó, pók, mi van még ott? Pók, valami? Inkább skorpiótól félnék én a helyetekbe. Igen, skorpiótól félnék én a helyetekbe, tehát az ott lesz bőven éjszakai vendég, úgyhogy kaptok majd rendesen ott, én szerintem. Na jó, a gyerekek, csak az íze véget, nem? Abban van a vitamin. Persze, abban van a vitamin. A Pákot hívjátok fel, azt elmond mindent. Az biztos, azt már egyszer megpróbáltuk. Pákó mindent el fog mondani. Ha neki minden lefordítom. Neki minden állat akar a magó. Ő azt se tudja, hol van, segítse, akkor ha kivisszük. Jó, figyelj, akkor a sünit megtartjuk, vigyázunk rá. Jó, este rongyot rá tenni, akkor a bőrét. Nem, a rongyot benne marad, alul is benne lesz. Benne az alomban, és akkor abban, hogy beletúrja magát. Így van, egy kis macskalom, mert ugye szobatiszta, tehát rámegy az alomba. Szobatiszta teknős. Milyen teknős? A sűn szobatiszta. Így van. Tehát én kiengedem a szobába, ő visszamegy pisilni be hát a akkor azért nem, tehát főleg azért ismerkedni kell ugye az új környezettel, tehát első pár nap azért ismerkedniük kell a Benivel, de rá fog menni a macskalomra, és ugye ott végzi a dolgát. Tehát kell miért a macskalom. Van macskátok? Tehát szeretek a macskát. Macskalom. Csak a kutyakaja, meg ilyen sáskák. Igen, de a jobb minőségű, tehát tényleg jó minőségű. Jó minőségű. Mi még válogat is? Hát persze. Hát, figyelj, örülök. Hát milyen sznob ez a kis... A törpesen is 21%-os áfás. Micsoda? És kutyakaján kívül adhatunk neki almát? Meg igen, ilyeneket? Gyümölcsöket, valamelyiket megeszi, valamikor megeszi, hát azért ő almában azért, meg mindenféle gyümölcsökben válogat. Jaj! Vigyázz, óvatosan! Gyere, Manu, mutatok egy jó, pókot közbe. Gyere, itt a... Láttad a pókot? Látom. Látod? Ez milyen pók? Egy madárpók. Egy madárpók. Tök jó, na ezt rázta a Beni. Vigyázzál. Óvatosan, mert... Láttad a pókot, Manu? Nehogy lehúzz az ágról. Figyelj, ez csíp ez a pók, vagy ez mar, hát vagy harag? Hát igen, hát azért ugye madárpók az veszélyes. Micsoda? Mar. Mar? Hát akkor ezt letesszük, ezt nem adjuk. Jaj, hogy hívják ezt a kis állatot? Tájunk. Kitől kaptad, Manu? Kitől kaptad? Tőled. Bocsánat. És te jó apa vagy. És mire ezt betanítottam hát neki? Hát ez hihetetlen, tudod, gyakoroltuk a ezt a mondatot? Hogy? Egy plüstig is. Na, kitalkottad? Mamától. Nem! Holnap adásban vagyunk, éltsd már meg! Tőlem kaptad! Ugye milyen hülye? Ugye, hogy hülye? Igen! Igen, egy hülye pöcs! Apa is csak volt egy igazi pöcs! És ez nem volt előre megbeszélve. Ez szokta este mondani apa otthon. Csak mondom, ő is adott nekem egyet, ugye? Töki, adtál te is nekem egyet, adott egyet, amiből a... Oké. Okay. Jó, hát. Hogy ebből én bújok ki, elmondta, és amit ő adott, ha nagyon hiányzom neki, akkor majd ő kibújik az én állatomból, amit nekem el kell vinnem magammal. És ha hiányzik, akkor ő majd kibújik a kis paciból, amit adott nekem. Tehát állatot cserélt. Azt csak még nem tudom, hogy csak hogy oldom meg. Csak a kertészed ne bújjon ki a kezes lábasából, amíg nem vagy ott, ugye? Nem örülnék neki, ha ott találnám mesztelenül a mosogatógép szerelőt. Na jó van, Zoli, nagyon drága vagy, hogy ennyi mindent hoztál. Figyelj, tedd le nyugodtan, mert neked leszakad a karod, jó? És ha, gyönyörű. Ha bármilyen tünetet látunk, csípés, lefotózzuk, küldjük, persze, és akkor mondod, hogy én meg tovább küldöm a Pákónak, és megbeszéljük. Persze, a megbeszéljük a Pákónak, persze, megbeszéljük. Hát a fölvesz a telefont, tehát van olyan, amikor nem találja, úgyhogy... Figyelj, nagyon fontos, egy utolsó kérdés, hogyha ez a süni megmurdál, véletlenül, na, ne Isten, beszéljünk ki ugyanilyen. Okay, van egy ugyanilyen? Ludmilla 2. Nem hagyhatom nem, ott a gyereket 6 hétig, úgyhogy egy hét után. Ez a süni egy éves. Ez a süni egy éves. Ez nagyon jól működik, nagyon jól viselkedik. Tényleg, igen? Eszik, iszik, ennek nem szabad. Rápróbáltunk sörétessel? Nem. Tehát figyelj, te is mondjátok. Mi ez nem. Egy Patek Filipe? Hogy jól működik? Hát ez egy állat. De azt mondom, hogy ez teljesen egészséges. Aha. Eszik, iszik, úgyhogy ez nagyon, nagyon szívós állat. Jól van. Jó. Na, de azért ne hűtsétek le, azért ne hűtsétek le, ugye afrikai törpesűről beszélünk. Semmi tehát, baj, akkor 10 percet kezd a mikróba délután, este megy a fagyasztóba. Hát szóljon. Nem, vigyázzunk szegény. Rá. De ahogy is, a Beni imádni fogja, vigyázz rá. Viki lesz vele, anyósom lesz vele, vigyázzunk rá. Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Jó? Vigyázz magadra. Ha itt történés van, akkor ugyanúgy nekünk e-mail hívunk, mészvadászni, tehát hogy mi magyar hírekkel foglalkozunk. És... Vagy hát ti bajba kerültek, hívjatok, az kiugrok, hát pikpak, azt hiszem, hogy intézzük. Hát most nálam van egy Bianco repjegy neked, ha bármi van, azon hozd a szérumot. Zoli és Pákó. Elharapom a torkát a mamában. Mekkora csoda csapat le, lők itt kijönni. A Szilágyi helyett a Pákó. Hát a Szilágyi. A Szilágyi is jó lenne. Imádnám, igen. Na jó van, Zoli, drága vagy, hogy bejöttél, köszönjük. Szépen 3-4-10 lesz, 2 perc, szóval jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A
kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:10 múlt, pontosan 2 perc. Gyerekek, hát ez sűrű. Sűrű az adás. Gyerek körül, ez a lényeg. Itt van apasűn. Igen, sűrű, mint a kolera. Sanyi nem csörgött vissza? Tessék? Sanyi nem csörgött vissza? Hát magánszám volt, tehát ő nem tud mind visszajönni. Jó, csak a szomorú kutya szemeid lettek, hogy nem vette igen, fel. Nem vette fel. Sanyi. Gyerekek, megpróbáltuk. Én nyugodtan megyek el, a gyereknek megvan a sünie, úgyhogy minden oké. Okay. Ez volt a legfontosabb projekt volt, hogy a gyereknek legyen sűn. Mérnek az M5-ösön a 44-es kilométeren a szokásos helyen a fűn állva, Szeged felé, és ott most sebességkorlátozás van. Figyelj, mindenki gyurmi küldte nekünk. Bali, nagyon helyes a gyerek. Köszönöm szépen. Egyébként tényleg, igen. Benit állandóra. Ez jó, rovatod Beninek. Rovatod Beninek, igen. Tényleg lehetne egy ízét, Beni állatot kap rovat. Hetente egyszer. És úgy mindiket hazahozni. Egy hónap után megszűnne a rovat. Jönne minden héten valami nagyon durva állat. Igen, M3 185-ös kilométer Budapest felé mérnek 4 rendőrautóból. Na, mi mutatjuk a nap legjobb pillanatét, hogy miről is beszéltünk. Már nem is tudom, hogy jutottunk el oda. Talán egy Depeche Mode nóta után elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a Depeche Mode talán a mostani fiatal generációnak fura, ha mi otthon hallgatjuk. Nekünk is fura volt az, amit a mi szüleink hallgattak, amikor álltunk a kis szandálkánkba, a zokringba, a linoleumon, a konyhában, vártuk a rántott húst és a palacsintát, apánk, anyánk, vagy egyszerre mind a kettő fura, akkor még értelmezhetetlen zenét hallgatott, kértük hallgatóinkat, hogy küldjék el, nekik mit hallgattak a szüleik régen. Hát csodálatos. Volt itt minden. Csodálatos. Mit kellett dolgokat hallaniuk. Igen, igen. Amit és ugye ez természetesen nem az előadókról szól, mert ezek között egy számos nagyszerű előadó van csak éppen. Hát mi úgy hallgattuk ezeket a zenéket. Annak idején vagyunk őszintén, hogy nem mindig akartuk. Igen. 8-10 évesen bizottságot hallgatni nem biztos, hogy nem biztos. Jó, hogy az csak neked jutott. Igen, de arra, ugye senki nem írt ebből igen az országból. Kedveltem. Aztán spontán bocsánat kérésekig is eljutottunk. Arra gondoltunk, hogy ha bármi nehogy isten történne velünk a Dél-Afrikában, akkor egy-két embernél tegyük jóvá a mi hírnevünket, és fölhívtuk Fási Ádámot, ha minden igaz, ugye Galambos Lajos benne is lesznek, ugye Bestóban, és bocsánatot kértünk egy-egy mondat erejéig tőlük. Helyesek voltak, fölvették a telefont, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.